és uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello Brian. Szevasztok, milyen nap van ma? Péntek! Kicsi, mondd még egyszer, gyerünk! Péntek! Mondj egy kicsit nagyobb lendülettel. Péntek! Köszönöm. Valentin, gyerekek, Valentin nap. Ja, meg az is. Az is tényleg. Aj, de fáj a kezem. Hát a pénteknek jobban örülök, mint a Valentin napnak, de... Rózsacsokrot téptél kézzel és szájjal a kedvesednek, azért fáj. Hát nem, ez a tenisz. Ja. Leszette, basszom. Kemény sport ez. Ah, bocsánat, tessék. Kemény, igen, kemény sport. Nem törölgetted eleget az ütőnek a nyelét valószínűleg, és a kis izzadságot. Amiatt elkezdett igen, csúszkálni. Igen, az izzadás benne. Szokott ilyet csinálni. Már na, én csak olvastam na, az valahol. Na, azért igen, imádom, hogy ez így. Szóval az izzadság? Az igen, az nem, a, nem az izzadság volt, hanem, hogy rossz a grippa az ütőmén, és elforgott a kezembe az ütő. Hát, nem szorítottam elég rendesen, mert másik ütővel játszom, és más szoktam meg. És azért minden egyes fordulásnál szedett egyet a bőrön. Na mindegy, gyerekek, mi újság van? Ja, mert minden két ladmanát között pörgetgetett, hogy lazának tűnjék. Ha lazán pörgetett, azzal nincs baj. Igen, azzal nincs baj, mert akkor ugye elengedett. Hanem amikor a labda, jön a labda, erősen mögötted, és a labda teker rajta egyet. Na, akkor van a baj, mert azt viszont nem te csinálod. Gyengébb ellenféllel kéne játszani, vagy mondd meg nekik, hogy ne üssék meg olyan nagyon a labdát. Ja, milyen jó illata van ennek a szivacsnak, ilyen öblítő illata van. Véletlen, srácok. Fú, ez a Valentin napi. Ez a Valentin napi ajándékom számotokra, is szerelmes vagyok belé. Gondoltam már mindegyiket kiöblítem. Nagyon jó illata van. Mert hogy itt azért vagyunk őszintén, van ez az a levegőbe időnként, meg aztán most ilyen influenzás. Nem időnként. Vagy influenzával terhelt van, napok vannak már, úgyhogy gondoltam, hogy akkor kimosom a tieteket is. Jelenleg meg a másik három is kint szárad, hogy esetleg vendég érkezik a stúdióba, az se vigye magával olyan ajándékot, amit nem szeret. Jó, akkor én ezt elviszem, ezt a szivacsot. Persze, vedd le, és akkor vedd el. Az nálad körülbelül 2 percig meg is lesz majd. Igen, ma még van esélye. De jó. Tényleg érezni. Ez egy olcsó öblítő, vagy? Nem, nem, ilyesmiben nem. Ilyesmiben nem spórolunk. Nagyon jó, tényleg jó. Az influenza az kinyírta a 3-4 óvodás csoportot, tehát mint a napalm, senki nincs bent, mi még tartjuk magunkat, mi a múlt héten voltunk betegek, szeretett, hogy így mondom, ugye? Fúj. Nálunk a múlt hét volt, de nem influenza. Tehát, hogy ők voltak betegek. Nem, te mi, nem mi voltunk benne. Nekem, mert nekem az igazi apának és anyának a szíve fáj. Hogy az a baj, hogy viccelsz, de tényleg így mondod. Ja. Ettünk, ittunk, aludt. Igen, hogy fáj a szíve a gyerekei miatt, és akkor mi vagyunk betegek, nem csak ők. És ha nem tud kakélni, akkor nem tudtunk kakélni? De én tudok, de nem tudtunk kakélni. Én együtt érzek velük. Igen, olyat hogy szegény ott görnyed a WC felett. Mi görnyedünk? Nehezen aludtunk, kicsit kakéltunk, egy picikét ettünk, most picit be vagyunk pisilve. Hát azt már nem, igen. Azért most én még pont a két állapot között vagyok, a már nem és a még nem. Igen, igen, a hidegráz. De amikor a gyerekről beszélsz, akkor ugye van ez a több eszem, amikor csak magadról beszélsz, akkor nem mondod azt, hogy hát tegnap úgy bekarmoltunk, de olyat rávertünk a pincérnőnek a tomporra. De miért beszél egy szülő több eszembe saját magát? Én se értem, ez szörnyű. Azonosulás. Jön a fogunk, anyuka, neked is jön a fogad? Mm-hmm. Igen, az érdekes, mert 40 éves vagy. Igen. Bölcsesség fog szokott behelgatni. Kicsit homokoztunk, aztán ettünk, aludtunk, most egy picit pisisek vagyunk. Úristen. Hallom a játszótéren, a szőr feláll a hátamon. De tényleg. Most egy kapelenka van rajtunk. Ho? Igen. Most kezdünk, nem akarok többet tudni róla. Kezdünk beszélni. Igen, most együtt járunk most. Igen. Hát ez, mert azonosulsz, a véred a testedből egy darab. Igen? Ő. Igen. Jó, hát persze, mindegy. Lehet, hogy csak engem irítál, de engem szörnyen egyébként. Na mindegy. Ja, gyerekek, Valentin nap van ám. Igen. Urá. Valaki ide készített nekünk ajándékokat, nagyon kedves. Én azt gyanítom, hogy így a sales lehetett az. Szerintem picit így benézték ezt az ünnepet, nem? Mert hogy ilyenkor ugye csak akkor szoktunk kapni. De nem, hogy ezt egy valentinnapi nyertesnek ajánlják föl, ezt az elklasszikus egérpárt, igen. Gyönyörű, egy nagy piros szíven ülnek. Egy nagy piros szíven ül, 2 darab egér. Sárga nociban vannak, tündér, és Klassz FM és mosni van a farkukon. Aha, az egy tök helyesek, tök cukik. Az egyik mosknit a farkadon hazaviheted. Aha, hajrá! És az I Love You-s piros egeret fogják ketten közösen. Aha. Egy nagy szíven ülnek, és egy kis szívet fognak. Jaj, te kis cukker. Ezt valakinek odaadjuk majd.
Helyesek. Én már megvettem az ajándékom a gyerekek. Nagyon ügyes vagy. Igazi úr vagy. Én már túl vagyok. Én két vagy három éve. Én már tegnap letudtam. Úgyhogy én tiszta lelki ismertem. És már tegnap odaadtad, vagy most oda nem, mellé? Nem. Majd ma. Nem, hát tegnap nem, hát nem szaladunk előre. Hát de miért nem raktad most úgy óvatosan oda teszed, és akkor fölébred, tudod. Hát látni akarom az arcát, hogy mit szól. Ja, az is igaz, az egy jó élmény. Mert akkor lemaradok róla. Mm. Úgyhogy tegnap. Tegnap Budaörsön bevásároltam. Oh. Vajon mi van ott? Osamba. Húha, petyóba. Mi lehetett? Ikeába egy összeszerelhető konyhapolcot, ott megvettem a Budaörsi Ikeába. Nem, egy kis apróság egyébként. Hétfőn elmeséled? Olyan el lehet? De nem, semmi titok nincs benne. Ha jó, de most csak most nem mondom el, mert megírják neki, igen, hogy már beszéltem róla a rádióban, és akkor... Vagy megírja a Bors. Igen, megírnak azok bármit már. Ja, persze, így van. Nem írták meg a tegnapi? Nem, amit mondtál. Pedig nagyon vártam. De te is gondolom mi. Én tudtam, hogy nem, azt hiszem mondták tegnap, hogy nem. Igen, mondták nekik, hogy ne írják meg, mert baj lesz. De igen, hát ők értem. De rendesek ők nem. Pont tegnap este beszélgettem. Rendes emberek ők. Igen? Persze? Akkor én sem kezdem a sztorit. Nagyon rendesek ők. Ha be vagy oltatva a atyártya gyulladás ellen, akkor nem kell félned a kullancsokta. Kivel beszéltétek? Semmi, nem maga, akkor mivel rendesek az újság, mert ezért nem is akarok erről beszélni. Ja. Megfenyegettél valakit életveszélyesen? Dehogy is. Pedig a határán voltam, benne vagyok egy kis építkezésbe most, gyerekek, mesterek. És még van hova betonozni. És még van, még beleférhettek az emberek, tapéta föltevés. Hát én nem is tudom. Tehát, hogy a tapétának van eleje meg vége. Tudod, a csíkba adják a tapétát, ráadásul ezért egyedileg legyen, az marad rá a tapéta. Nincs több, az a vége. Nincs több, az a vége. És akkor gondolnád, hogyha megbízol egy embert, hogy tegyen föl egy tapéta csíkot, akkor az úgy értelemszerű, hogy amikor itt vége van a mintának, oda passzintod a másikat. Azt megy tovább, érted? Hát nem? Én így. Ugye? Te odaállsz, akkor valahogy így. Valahogy úgy. És így. Ha még mintás, akkor még igyekszem a mintát is úgy applikálni alá, hogy olyan folytatólagosnak. Igen, ahogy akkor úgy olyan legyen, na most ez nem hosszában ment, hanem keresztbe csak egy csík bizonyos, négy bizonyos helyiségben. Megyek be megnézni a mester munkát, mondom, ezt nem mondod komolyan, hogy miért? Hát, hogy miért? Hát így jött ki, hogy félbe van vágva, mint ott a vége van, ott a sornak, ott elvágjuk, megy tovább. Hát nem mondom, ha megcseréled a kettőt, mutatom Szivi, akkor pont kijön. Pont kijön a dolog. Hát ezt nem mondod komolyan. Ó, igen, ez velük van meló azért. Nem igen. Mond. Hát mondom, de mondom, és tudod, mit mondok még? Hogy akkor ezt most leszeded. És újra teszed. Ha tudod, ha nem, akkor legyártatjuk újra a tapettát, aztán hagy szóljon neki. És az hát, nem hogy... a teszek már, érted? Igen, igen, de hogy ez egy ilyen tök egyszerű dolog, hogy ránézel, és azt mondod, hogy na, tényleg itt összeilleszted, azt akkor a repülőgépnek az orra meg a vége az összeillik. És nem tudta ezt megugrani? Ezt nem. Kicsit mérges voltam, de aztán megbarátkoztunk, és kiderült, hogy meg lehet ezt oldani, úgyhogy leszed, és újra tesz. De tényleg ez a mesterekkel való együttműködés, ez nagyon kemény. Fura, hogy 10 éves csinálja, és nem tudja fölrakni, nem? Hát 20. Tapét a falra, ahol falon van, na, kész na, vagyunk. Kér, de meg kész vagyunk Rákóczi. Fő van téve. Ferikém, mert ilyenben vagyunk, ugye, mert egyébként kedvelem őket nagyon, csak ez a kis hiba, ez itt tegnap betette a kaput nálam. Úgyhogy ez volt. De amiről kérdeztél, arról nem beszélünk. Ja, mert akartál arról is, amit mondani, csak arról már nem tudsz akkor már mit mondani. Ne, erről már nem, mert hogy arról, mondtad, hogy nem barátaink. Ők a barátaink. Igen, a barátaink, akkor nem bántjuk őket. Szegény Bálintok, hogy háttérbe sorolódnak most emiatt a Valentin miatt, nem? Senki nem foglalkozik velük. Senki. Hát elveszik a névnapot. Tulajdonképpen az egyetlen olyan nap az évben, amikor mindenki a Valentinnal foglalkozik, és senki nem. Mikor Valentin Bálint, ugye van összefüggés, de hogy még kicsit háttérbe szorulnak. Elvették az ő napjukat. Nem? Ilyenkor mindenki, minden évnapon mindenki azzal foglalkozik, ami... Aha. Aki van olyan ismerős. Ezen napon mindenki, hogy mit vettél ennek, annak. Tehát mind Bálintokat hátrébb sorolták egy picit. Boldog névnapot, Bálint gazda. Én buktál, akkor egyel meg vagyok. Egyel bejön. Mondj még egy Bálintot. Hú, basszus. Kovács Bálint. Az például, meg a Szabó. Nincs is Bálint. Van Bálint nevű ismerősöd? Nekem Bálint nevű ismerősöm nincsen. Na látom. Pedig a Bálint egyébként szép név. Szép. Igen. Csak nem? Akkor minek foglalkoznál vele? Akkor minek foglalkoznál? Ugye, hát meg ha nincs, akkor még egy évnapokkal egyébként sem.
Na mindegy. Tegnap beszéltük egy hát, hogy olyan közös programok, ami valószínűleg nem fog összejönni, ez a nigériai esküvő, ugye Pákóval, meg az ő kedvesével együtt. Most egy másik közös programok is úgy néz ki, hogy kútba esett, mert hogy a március 8-ai búcsú meccsre, erdei Madár Zsolt búcsú meccsére, gyakorlatilag fél nap alatt elfogyott az összes jel. Tényleg? De aha, jó. Így van. Jó, úgyhogy hát ezért. Március 8-a teltházas lesz, csak megoldjuk, nézzük, beférünk oda. Egy-két telefon is azért. Hát ha meg akarunk, azért akkor lemegyünk. Csak van, én lemennék. Én mindenképpen lemegyek. Igen? Persze. De nincs jegyed, most mondtad. Hogy neked már van, te vetted meg az utolsót? Hát, ahogy mondta, egy-két telefon. csak tudunk egyet telefonálni. Kecskeméten lesz. De lehet, hogy egy is messze. Nincs egyáltalán, és már full teltház egész biztos, hogy fél nap alatt. Hus. De milyen, van ott valami komoly csarnok, vagy hol csinálják ott? Igen. Sportcsarnok? Igen, van ott. Valamit? Igen? Van. És március 8, az nem nőnap. Dehogy nem. Nőnapon nem üthetik egymást a férfiak, hát az külön ajándék a nőknek. De szerintem na, az ugyanaz, mint a Valentin na, elveszi. Azt meg elvették a nőktől. Igen, ugye? A Valentin elveszi a Bálintot, Madár meg elveszi a nőnapot. Hát, már kivel boxol, mert én már nem tudtam követni. Hát azt mondja, hogy ha ilyen kíváncsi vagy, akkor megmondom neked, de nem. Nézd utána. Most így nem akarok nagyon rákeresni, csak húznám vele feleslegesen az időt. Egyébként rohadtul mindig úgyse ismerjük, tehát tök mindegy. Mert nem nyilván itt arról van szó, hogy utoljára láthatjuk őt ringbe lépni. Aha. Megnézhetjük élőben is akár, de ugye a Királyi TV közvetíteni is fogja, úgyhogy. Hát gondolom, kap valami kutyaütőt, nem? Idézőjelesen. Hát nem, azért nem gondolom, tehát hogy így... Most a kutyaütő, úgyhogy nekünk minket együttéssel, igen, tehát Savágnak, tehát nyilván neki, tehát nem hiszem, hogy egy... Szerintem ő szépen akar azért búcsúzni. Hát azt mondom, hogy tehát nem megy bele már olyanba, ahol mondjuk ő sanszos, hogy padlóra kerül, nem? Tehát, hogyha megnézzük... Nincs olyan ellenfél, jó, aki ellenőszan sanszos, hogy padlóra kerül. Ez igaz. Ő a legjobb. Ez igaz. Na. De gondolom nem egy González, tehát vagy nem egy... Tehát nem. Nem, de jó, ökölő jó ellen fog belépni. Nyilván ő sem akar egy ilyen egymenetes káót. Hát nem, jön majd valamilyen, nem tudom, és akkor azt jó megveri. De az jó, egyébként. És ez már kimondottan a búcsú, tehát az utcsó vége? Hát úgy írnak róla mindenhol, hogy utolsó meccs. Meg ő is azt mondta, hát beszéltünk vele, hogy még egy utolsót akar ötlözni, aztán már csak az suliát nyomja, meg a különböző dolgait, de hogy így profiként már nem fog ötlözni. Hát neki szép volt, kerek volt, meg volt, nem? Hát majdnem lehetett kerek. Volna igen, egy picit kerekebb igen. Is. Ez a tipikus, megint ilyen, a rossz ezt mondani, én nem szeretem. Hanem az univerzumnál van. Igen, tehát hogy megint ilyen tipikus, kicsit magyar sztori, rossz ezt mondani, de tényleg az, hogy van egy szuper tehetséges srác, aki elindul, nagyon jól halad, bekerül egy menedzsmentbe, és egyszer csak kiderül, hogy ő akkor magyar, de inkább akkor ott van egy német, aki egyébként emlékeztek azt, hogy nem is német volt. Igen, kifejezetten német volt. Igen, de most őt kell nyomni, őt tesszük nagyjá, itt van a tehetséges magyar fiú. Jó van, hát aranyos el lesz ő. Német klubnak, német bajnok. Igen. Ennyi. Igen, hát nem őt tolták, ugye? Itt volt valami, hogy nem az univerzum nem hozott neki igazán jó meccseket, hogy nem is engedték össze olyanokkal. Igen, mert ott már más preferáltak, vagy más toltak. Igen, úgy meg nehéz nagyjá válni, vagy még nagyobbá. Igen, és lehetett volna az évtized legnagyobbja. Pont benne volt a Madárban, vagy benne is van még, de hát most már ezt erről letett szerintem. Hát most már ez nincs. Ilyen vacak miatt, hogy valaki azt mondja, hogy hát inkább nyomjuk ezt a másik fiút, hát mégiscsak német állampolgár, bár ő azt hiszem, ő meg lengyel volt, nem is emlékszem rá. Pontosan, amivel nincs baj, csak a Madár szempontjából ez egy kicsit ilyen. Minden esetre kíváncsi vagyok rá, hogy mikor lesz egy olyan magyar ökölvívó, aki mondjuk két különböző súlycsoportban is profi világbajnok tud lenni. Így van. Mint ahogy azt a Madár összehozta, úgyhogy fel van adva a lecke. Hogy például ebben én nem vagyok Amerika mániás, mondjuk egy 63-as Ford Mustangot szeretem egyszer az életben, de nem vagyok, én nem vagyok rájuk gyógyulva, de hogy ezt milyen jól csinálják. Ezt a sportmenedzselést, a cirkuszt magát, érted, hogy jó legyen a sztori. Hogy ott mit jelent egy képzelj el egy ugyanilyen rangot, mint ami most van a Madárnak, ott egy ünnepelt sztár vagy, itt mi nagyon szeretjük, de hát azért ugye, tehát hogy így el tudok menni mellette az élet egy kicsit. Igen. Amcsiba ezt nagyon tudják tolni. Van, aki azt írja, a Madár ellenfeleinek 90%-os KO mérlege van. Hát az... Na, az nem rossz. Nyilván nem rossz ebben a formában, meg kell nézni, ki kell, meg milyen úton, módon, hogyan, s miképpen, s mikor, s miért. Nem? Uh-huh. Ugye? Ezt most azért úgy felépítettem. Igen, így igen. Szerintem kerek volt. Igazából kifacsartál mindent, ami ebben volt. Én azt gondolom, hogy abszolút megideologizáltam. Jaj, gyerekek, ez jó, hogy péntek van, azt kell, hogy mondjam. Sose bánom. Ez valahogy mindig jól esik. Igen.
játékkal mi van? 2-2? Hát igen, úgyhogy egy sorsdöntő összecsapásnak nézünk az elébe. És nem a mögéje. A múlt hetet elvesztettük, ha most... Azt múgtuk egyértelműen, csak igen. Olyan nem is tudom, hogy volt-e mióta játsszuk ezt a játékot, hogy 2 hetet egymás után. Talán egyszer, mert azt most már 4 éve játsszuk, vagy 3 fél. Talán egyszer volt olyan, hogy 2 hetet egymás után elvesztettük. Úgyhogy nagyon nagy a tét, Balázs, mert te játszol. Én vagyok ma soros egyébként? Igen? Miért lennél, igen. Akit választanak? Ja, gyerekek, ma mészárolni akarok. Látom a lendületet. Olyan éhes vagyok a győzelem. Nem, tényleg én ma bárkivel játszom, nagyon elkapom. Úgyhogy én nem hagyom. Nem hagyom ezt így veszti, csak úgy ám. Úgyhogy reszkesen mindenki. Tényleg, mindenki. Hallottátok, hogy csökken a Barbie eladás, és lehet, hogy kivonják őket a forgalomból? Na nem már! De! Na nem már, léci, ne! Mi lesz most velünk a Janival? De a kenek megmaradnak? Brutálisan csökken a népszerűség, ők kezdenek róluk lejönni a gyerekek. Persze, mert nem ilyen interaktívak. Illetve semmit hát interaktívak abban a formában, hogy szia, én Jani vagyok. Szia, én Barbie! Nagyon bejössz nekem. Te is nekem. De egy így. Hát itt ki is merül a barbicás, ugye? Múltkor mentem valami születésnap, és újra vettem egy barbiba 11.000 forintért. Hát jó. Ezt nem hittem el, mert kért valami, nem tudom, milyen kék szaká, vagy kék hercegnő, vagy nem, valamilyen barbi. Kék szaká. És utána kinyílt mindenkit. Azért nagy baj van. Bementem egy ilyen legóboltba, ahol volt barbi, és 12.000 forintot fizettem. Azt hittem, rosszul látok. Nem tud semmit. Semmit. Van egy kis fésű, volt neki, meg volt egy ilyen kis tükör szettje. És ez így dobozban 12.000 volt. Próbáltam alkudni belőle. Legalább 11.800. Igen, mondták, hogy sebesnyim, ez nem piac. Hát ennyi nem csodálom, hogy nem megy. Nem? Ja. Mert nyilván van olcsóban is, lehet, hogy lehet egy sima hánat, és még a csúnyája se volt ott, alánéztem. Nem, most a kínainak, ami 3000, annak viszont van csúnyája. Van, igen, de fésülhető? Na, persze, régi divatú. Nagyon mai a Barbie, mert kopasz volt, de hogy semmi. Na, igen. Na most látta, vettél egy ajándék Barbie-t, és az volt az első, hogy megnézted a muffját. Amikor már kicsavagolt a kislány, akkor azért mondtam, hogy na, add a papának, hogy papa, hadd csekkolj ezt egy kicsit. Papa csekkolta, tudod? Hát figyelj, akkor ma már ez is élmény, tehát hogy... Abszolút. Mi már kevésnek is örülünk, tudom. És... Istenem, ezek még zászlót dobálnak, nem normális. Kent csekkolták? Szerinteted? Igen, Kent csekkoltam, hogy hiszem, hogy akkora vang van a nadrágjával, hogy nem akartam elhinni, hogy könyvbe lábadt a szemem. Virítkedtem rá. Szerintem neki sincs semmi. Mert kiskoromból úgy emlékeztem, hogy azért volt ott valami kis vágás, vagy dudor, vagy valami. Igen, dudor vágás. Az összes babának mindig megnéztük, hogy hát, ha találunk ott valami izgalmasat. Szörnyű volt állni ott 36 évesen a nappaliba, és rájönni, hogy igazából semmi. Sem csak egy aprócska Barbie domb. Egy kicsi Barbie domb, egy pici lehel egy kis valamivel, de hogy effektíve semmi. Az a baj, hogy nagyon sok ilyen fésülhető van. Hát én is ugye láttam ebből egy ilyen szűk keresztmetszetet. És nekünk ugye a fésülhető póni volt a legnagyobb favorit, az még mind a mai napig az, de hát mindent fésülhetővé tettek. Nem is a baba a lényeg, hanem az, hogy fésülhető legyen. Egy kislánynak ez a fontos. Hosszú legyen a sörénye, a haja, a szőre, ha nem tudom mi, és legyen hozzá egy fésű, és ezt fésülni lehessen. Igen, na ez volt ott ez, is. Ezt csinálta ki szerintem a Barbit, a fésülhető pónik. Szóval meghoznak a rontást rá. Hát de a Barbie az is lehet fésülni. A Barbie is lehet fésülni. Igen, de azért mondom, hogy még ahogy hívják a póni, az még aranyosabb is. Én azt gondolom. Meg a lányom is ezt gondolta. Hát, ha választhatnék otthonra, hogy egy Barbie legyen, vagy egy pónim, hát azért... Na jó, de azért egy 43 és férfi nem fésülgessen már otthon Barbie-kat. Illetve akkor hát nagyon nagy. Így van. Deformálás van, igen. Na jól van, döntjük el ezt a hetet, jó? Jelentkezzen mindenki, aki szeretne játszani, nyugodtan azok is, akik nagyon jók, nem mondjátok, hogy olyat választottunk, aki gyenge, vagy gyerek, vagy idős, vagy süket, úgyhogy bárki, jó. Aki úgy érzi, hogy le tud bennünket győzni, nyugodtan, valakit visszahívunk, ha nyerjük a hetet, 3-2 lesz. És akkor most nyilván igényelsz egy kis, mivel péntek van egy kis temposabb, középutas rockzenét, majd a hírek után, nem? Ma bármiben bele megyen. Igaz? Na, jó, van, láttam rajta. Nagyon jó szemem van egyébként ez. Tehát, láttad hogy, a igen, láttam, hogy most be lehet darálni. Most be lehet gyűni, hogyha van benne egy kis készlet, és azt most el kell csípni, és csíptük. Meséljék, hogy is persze, már mi állassa, 20 éve dolgozunk együtt, tehát csak látod, hogy áll a szemem. Nincs leokoplaszotok, vagy raktapaszotok? De van. Van? Hát, van, mindig van nálam. Hát szerintem. Hát hülye kérdés, hát most egy túlélő szedbe, de jó. Kis csomagodban van? Persze. Na, viszek belőle, jó.
Oké, fél hét van pontosan, tessék jelentkezni a játékra nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. Mi ez a... ez a jó kis rock'n'roll. Ez a ricsaj. ez a kis nyomakodás. Ez az értelmetlen ordibálás, ricsajkodás, lárifária. Legyen már végre csend, 10 óra van, aludni akarok. Kiabált a Sebestyén bácsi a negyedikről. Nagyon jó, nagyon jókat írnak. Bali első, köszön. Mi van, srácok? Bali felmondott? Nincs Bali. Húzzá bele Jani, baby. Jó, egy jó kis airborne volt. Ugye a kis AC/DC-ről van szó, hogyha valaki esetleg nem tudná, ők gyakorlatilag egy az egybe ugyanazt a stílust hozzák, amit az AC/DC, csak egy picit temposabban. Hát ők még nem annyira öreg urasan. Igen. 60 felé már hova rohangálsz? Igen. De miért kell így kiabálni? Hát, minek ez a nagy ricsaj? Hát miért nem lehet csendesen, szolidan, nyugodtan játszani? Biztos emlékszik még Sebestyén bácsi régen, amikor maga is hallgatott rock'n'rollt, akkor a rock'n'rollnak ez egy jellegzetessége volt. Minden rock'n'roll zenekarban így kiabáltak, a csúnya, hosszú hajú, énekesek, kigombolt ingel. De énekel az nem baj, de amikor nyávog, nem? Hát az egy ilyen... Nyávog. Hol nyávogott ő? Végig. Fejhangon. Miért? Aha, ne, nyávog Jackson, rossz szokott egyébként. A kedvenced, tudod? Igen. Na mindegy, jó van. Oké. Megnézzük akkor, ki a játékos. Jó, 2-2 van, egy elvesztett hét után lehet, hogy második hetünket vesztjük el, nem szeretnénk, úgyhogy megnézzük, ki a mai hét utolsó játékosa. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Szia. Halló, hello. Ki vagy? Dóri vagyok, Újkérről. Hello, Dóri. Honnan? Mit mondtál? Újkér. Tudjátok, merre? Hogy merre van? Mindjárt segítesz is. Nekünk, nem? Tessék? Nem segítesz nekünk? De Sopron és Szombathely között. Pont az ország másik végére tettem volna. Újkér, igen. Újkér. Most Sopron megyek. Uh-huh. És mit csinálsz otthon még? Nem, most már munkahelyen vagyok. Na, hol? Újkéren, helyben, a Szopori pékségnél. Hoppá, egy jó pékség. Jó, és ez eladóként vagy esetleg hátul? Nem, dolgozóként. Ez a végzettséged. Jani már mosolyog, a cukrász szónál, ő megvolt. Ott már, igen. Már van egy hétvégi program akkor, amit Janinak... Egy jó újkéri látogatás. Egy újkéri cukrászat, egy pékség meglátogatása, igen. Jaj, kivel szeretné játszani, Dóri? Veled, Balázs. Miért bántott szegényt? Hát. Kösz, jogos. De tényleg, hát nincs elég bajom. Most mit ütnek téged? Hát ütnek, vernek. Hát tegnap nem tette meg mindent, Dóri. Nem tette meg mindent, hogy 2-2 legyen. Hát a sírból hoztam vissza a csapatot. Most erre. Miért kínozzátok, jól teszitek? Erre most megint én. Amolyan. Hát igen. Ilyen kora reggel. Szuper vagy, Dóri. Na jó van, Dóri. Nézzük meg, jó játékos vagy, mire készüljek? Hát, majd kiderül, de remélem. Sokat játszol ilyet? Nyerni szeretnénk. Nem, ez az első, úgyhogy. Ez az első. Az mi az, hogy ti is nyerni szeretnétek, az mit jelent? Már hányan vagy? Ketten vagyunk a munkatársammal. És akkor majd ő közben mondja neked, hogy azt kérdezd meg. Nem, tőle, nem, lementek, hogy bezavarjanak. Nehogy kimond, nehogy kimond. És ott állsz a kemencénél, vagy éppen egy Holott Kalács mellett, vagy hol? Nem, most bent vagyok a Fánkosba. A fánkosba. Úgy, de jó. A Fánkosba, nagyon jó. Nálunk is van itt egy Fánkos, de igen, most csak még nincs bent. Igen, ő eszi. Ő nagyon szereti a Fánkot. Na jól van. Jani! 3, 2, 1, fire! Úristen, a frászt hozod rám. Az utolsó összecsapás. Itt vagy, Dóri? Igen, itt vagyok. Köszönjük. Na jól van akkor. Szépen! Ki a legjobb? Dóri, mi volt ez? Nagyon jó volt, Dóri! Ki a király? Ki a király? Sanyika a király! Jobb neki a Sanyika! Visszajött a kutya ember! Hát, Dóri, emlékezetes játékot produkáltál, szó Serbolla. Megmondom őszintén, ez volt a taktikám,
hogy visszaszámolsz, kicsit úgy csinálok, mintha még nem lennénk játékban, majd gyorsan rákérdezek. Na, hittem, hogy még nem vagyunk, úgyhogy ezt a mehet újra. Ez volt a taktika. Jani nagy visszaszámlálás után, jaj, Jani a frászozott rám, hihi, haha, itt vagy Dóri, igen, paf. És tessék, nagyon fel volt építve a koncepció. Hm. Fel volt építve, gyerek. Nem bonyolította. Ez nem érti, hogy vagy csak egy ellen. Igen. De csak egyedül játszott a Balázs, ezt nem mi mondtuk neki, hogy így csinálja. Ezt most elépítettem magamba, hogy jó mondom, akkor játszunk úgy, ahogy még soha nem játszottam. Dóri, Dóri, Dóri. Sose tudjuk meg, hogy játszol. Hm. Hát miért nem mehet még egy menet? Hmm, hányszor hallottam ezt a lányok szájából. Ott ültem az ágy szélén, cigarettával a számba, és már csak annyit mondott tőlem, mehet mondta, még egy menet. Felőlem kincsem, nekem még nem is volt jó. Igen. Ekkor szívtam még egy súgot, elnyomtam a cigarettát, és nem még egy menet. Dóri, nézd, hát figyelj! Igazából... Valentin nap van. Az boldog Valentin napot kívánunk is hozzá. Van valaki, aki vesz neked ajándékot? Hát igen. Legalábbis remélem. Igen? Azt hittem ezt mondom, van valaki, aki vesz neked ajándékot, mert tőlünk nem kapsz. Adnánk szívesen, de muszáj volt hoznunk egeret. Ezt el. Tehát figyelj, van egy ilyen dupla egér, már hogy egy ilyen két Klassz FM-es egér, egy I Love You ilyen kis szívecskét tart, és egy baromi nagy piros szíven ülnek. Szeretnéd? Igen. Komolyan? Hm. Igen. Na akkor ez a tiéd. Jó, Dóri? Köszönöm szépen. Okay. Elküldjük neked postán, hát ez Valentin napra nem érkezik meg, nagyon cuki, két ilyen kis szürke egér Klassz FM-es kis kertészgatyában üldögél egy baromi nagy szíven, és ketten fogják egymás kezét, a másik kezükkel meg egy közös szívet. Nagyon cukik, tényleg helyes, hogy ezt neked adjuk, mit szólsz? Jó, köszönöm szépen. Na, jó? Jól van. Adod a pasidnak, hogy valakinek, akinek szeretnéd, és akkor ne érezd, hogy üres kézzel távozt. Tehát nekünk nagyon kellett ez a hét, úgyhogy muszáj, nem játszhatunk még egyet, ezt be kellett húznunk. Helyreállítva megtépázott renoménkat. Bizony, és még szívességet is teszel vele, mert nekem ez a látványi korán reggel túl édes. Igen. Na jó van, Dóri, köszi a játékot. Én is köszönöm. Sziasztok, szép napot. Imádom az ilyen SMS-eket, de ez nem volt fair. Miért nem? Sok-sok felkelt, hogy mi is. Mi nem volt tulajdonképpen fair? Akkora visszaszámlálás volt, hogy 3, 2, 1, tessék, és utána elkezdtem még egy kicsit beszélgetni. Mi nem volt ezen fair? Tehát, hogy így nem egy halk gyors visszaszámlálás volt, amit Dóri nem hallhatott. Ez egy taktika volt, ami bejött. Ami működött. Gyerekek, 3-2 a sírból. Király. 2-1. Figyelj, hozta. Bali belendült a végére. Hozta. Hozott egy 2-2 tegnap, és hozott egy 3-2-t ma. Vagány vagy. Jó vagy. Le a kalapba. Így akkor most mi van? Egy elvesztett hét után végre kicsit tudtunk nyerni. Igen. Nem állunk még túl jól, de azért ez a hét ez kicsit jobban végződött. 2-t buktunk, 4-et nyertünk, de ebből a 4-ből az egyik 5-0-ás. Na. Nagyon jó. Na. Így van. Jó, de a múlt héten viszont 5-0-ra kaptunk ki. Nem kaptam. Ja nem, 4-1-re. 4-1-re. Bizony. 4-1-re. Az idén záró futamon az utolsó sorból győzelmet arattál. tulajdonképpen igen, hátulról törtünk előre, igen. Na jó van, 3 perc van pontosan, 7 óra, jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, Ady Endre vasúti átjáró nem világít. Ez a 19. kerületben van, úgyhogy ott mindenki figyeljen. Pityú küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Aztán a 3-as főúton egy autó nekiment az útjelző táblának, most kezdték a helyszínelést, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. És hát nagyjából ennyi tulajdonképpen, ami nagyon-nagyon fontos és említést érdemel. A Közraktár utca 18 előtt 3-as koccanás történt, töltögetik már a betétlapokat, talán elmarad a dugó. Hát reméljük, hogy elmarad a dugó. Reménykedjünk benne. Figyelj, hallottátok, hogy augusztusban micsoda buli lesz? Na, micsoda buli lesz Magyarországon? 20-án állítólag megmarad. Hát figyelj, mi van még? Figyelj, nem fogjátok elhinni. Együtt fog majd a színpadra lépni, meg külön-külön is nyilván. Samantha Fox, Rick Astley, a Two Unlimited, és David Hasselhoff! Nem mondod, hát azért... Látnunk kell. Nekem nem. El kell mennem, de nekem nem David kell Hasselhoffot nem. Egyszer az életben látni nekem kell. Nem kell élőben, fél playbackben, majd teljes playbackben. Te hallottál már David Hasselhoff-tal? Négy kézláb vagy hason fekve. Az oké. Okay. Az a bajom, hogy énekelni fog. Hallottál te már David Hasselhoff-tal? Igen, egyet hallottam. Volt egy olyan nótája, ami gyakorlatilag a német újraegyesítésnek, illetve azt mondja, hogy várja, csak a fal lebontásának volt a himnusza. Neked is van, nem? Igen, nekem is. Így van. Ez az. Így van.
Nem az, hogy nem jó. Nem mondom. Hát, ez Swissből csinálta, azt hiszem, ez egy ilyen kicsit paródia jellegű dal, nem? De aztán mondom, annyira jól sikerült a nótácska, hogy gyakorlatilag hát Németországon hihetetlen mennyiségbe fogyott el, mert hogy a fal lebontásához, aztán később így az újraegyesítéshez kötötték az egészet. Ez volt a himnusz? Így van. Szegények azért, ja. Nagy a baj abban jó, az országban, hát, de gyerekek. De David nem bánta, hiszen elfogyott belőle egy pár millióta, és azért érte. Rékészlés ott lesz. Figyelj, ha give you up. Ő még él. Together forever. Ha megcsinálja ezért a pizzából hideg pizza szelettel, vagy a hűtőből kivett hideg pizza szelettel hasoncsúszva a konyha, a lánya nagy örömére, akkor azt meg, akkor elmegyek. Na várjál, Rick Astley már sokan nem tudják, hogy ki, megmutatom. Jó hátam. Oh! Ez így lesz Magyarországon? Igen. Azt a mindig. Átja úristen, de jó. Hungaroring. Megvárjuk, míg énekel. Volt még slágere? Igen. Ez, a, ez volt a legnagyobb. A Together Forever. Nem mondta, hogy nem jó. Átja úristen. Egyiket nem volt kellemes organom, ahol nem volt rossz. De nem is volt több dala, nem? Nem. Nekem egy kicsit túl jól fésült volt már akkor. Igen. Is. Ez a belőtt haj, csillogó, nedves tekintet a lányok felé. És viszont, de bács, medves. Ki jön még? Samantha Fox. Ó, az Samantha Fox. Na, kicsi. Hogy a nő, aki most beverte a pubertás korom koporsójába az utolsó szeget. Samantha Fox az nem a Sabrina, az a Samantha Fox. Samantha Fox, touch me. Samantha Fox, touch me. Jó, figyelj. Ez is lesz? Touch me. Hát nagyon remélem. Koncert, úgy de jó. Hajpszi. Touch me. Nem, így indul ez videó. Figyelj. Ah, okay. Imádlak, Samantha! Azok a hajak, Jézus is nagyon durván. 1.35 a nő, vagy hogy? Nem, azért nem. Egy picit szerintem magas, olyan 1.50 körül van, de hát ugye... Mondjuk a köldöki felhúzott farmert már akkor se értettem. Tehát az döbbenet, de melle óriási. Hát, és az tényleg az. Hihetetlen volt. Egyenesen a Sun magazin második oldaláról. Igen. Utána a szobád falád. Ez egy slágere volt neki is, ugye? Neki szerintem nem, nagyon volt nem... még kettő, hát, igen, de nem hát ez volt az, ami a berobbant, ugye? Az európai popkultúrában. De jó. Jó, ki jön még? Too High Limited? Too High Limited. Na figyelj, ott viszont megőrülsz, olyanokat mutatok. Várjál. Nekik nagyon sok számuk volt. Figyelj, ez a leghíresebb. Figyelj. Emlékszel? Igen, megyen. Ezt a hangszín. Hát nem mondta, hogy nem fantasztikus. Ilyet még a Music FM se játszik. Hát a döngőjél! Igazi partizere. És a szöveg nagyon durva. Három sorból áll. Figyelj! De még nem. De egy kis effekt. Egy fiú, egy lány volt. Emlékeztek? Annyit hallottam, hogy mégis. Olyan, hogy nem is volt nekik megjegyezni. Nem, baromi. A csaj nem volt rossz. Ugyanannyi jogdíj jár a hosszú szövegért, és mint a rövid. Ugyanannyi. Ugye? Akkor meg miért faszon dolgozzanak vele. Hát minek hívták volna fel a Brodyt ezért, ne? Ez a szöveg. Tudom. Na! Bocsánat, meg lefagyott. Nem, nem, pont a csúcspontra hagyod abba. Micsoda születés szabályozása. Na, ez egy kis Valentin napra. Mi van még? Tessék. Ki jön még? Ennyi? Hát ennyi. Ők jönnek? Nincs egy magyar sztárt se tesznek elé a régi időkből. Hát... Szerintem jó lenne egy álmokfutók. Náksiék. Vagy Náksiék, az is jó. Én betennék egy előzenekart. És Dévényi Tibi bácsi lesz a műsorvezető, gondolom. Az jó lesz. De hogy egy igazi retro nagyon ment. A retro mindig is ment. Tehát az nagyon jó.
tehát ez egy újabb retro napot majd valamikor egyébként csinálnak. Ez mindig megy, figyelj, sokaknak mindig, a fiatalságát. Én 40 körül összejössz már egy házi buliba, és rájössz, hogy ilyen zenéket hallgatsz. Most nem pontosan mondjuk, nem tudom, Twilight Limitedet, de hogy ez simán. Jó, a rockkörök is elpusztítottak, ezt tudjuk, de ugye és azért volt igazság abban, hogy tegnap mondtál, hogy a júniusi Iron Maiden koncerttel kapcsolatban, hogy ráadásul ugye a Made in England-del jönnek ide, gyakorlatilag a 80-as évek közepének a számait fogják játszani, azokat a nótákat, amik miatt most ki fog menni majd, mit tudom én, 10.040-es. Aha. Mert hát hogy visszajön egy kicsit a tínédzser koruk. És függetlenül attól, hogy most hallgatják, vagy nem hallgatják, és ő nem jön. A metált. Nos? De is. Figyeld. Tudod, hogy ki jön? Ebből még nem? Nincsen? Sabrina, mi? Nem. Dehogy is, nem ismeritek? Nem. A szégyen, ha ismernek. Figyelj, nem nagyon voltunk ebben, mi van otthon. Nem rövid az eleje. Aha. Igen. Aha. Most fog beugrani. Á, és? Nem. Basszos, 2,5 perc szám, és 1 perc az info. Figyelj. Én leszek a DJ gyerekekkel. Jó. Fegyel. Meg vagy ki jön? De azzal a hajjal kell menned, amit akkor hordtál. Persze. Mi volt, könyvhajad volt akkor? Könyvhaj, igen. Itt még gondolatod, hogy talán DJ Bobó vagy valaki, de meghallod a hangját, már rájössz, hogy olyan csajok vannak benne. Tudom. És? Még mindig nem. És még nem. Figyelj. Figyelj, ő nem énekes egyébként. Gigi. Óriási zene. Le ne állíts. Dehogy is. Hogy lehet egy ilyet? It's my life, Chiquita Titi. What's that crap? Hát, ez nem is elmondom. Az első másik percet kibekelhette még az öltözőben. Hát simán még egy kólát megívott. Figyelj csak a refrénit. Stop bugging me, stop bugging me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Nem jön. Jaj, Istenem. De jók voltak ezek. Jaj, Istenem. Jó? Jó kis doktorálba. Fejből tudok olyanokat, megőrültök. Tele, legyél már diszkós. Figyelj, vála, én nagyon-nagyon vágom. Figyeld, fejből. Ez mi? Tessék, figyeljetek. Azt mondja, hogy ő mi? Itt visszeget a kezével. Igen, figyelj. Mindjárt beugrik. Fejből tudok 50-et, hajnalig tudnám nektek nyomni. Én ha összejövünk a barátaim, én keverem a zenét. Intézzük már el, hogy te vagy a bemelegítő DJ, ott állnál a pult fölött. Magasra kezeket, nem lát a Hungaroring. Ezt nagyon komolyan mondom egyébként, hogy ezt az informet én 15 éve nem hallottam legalább. De hiányzott. Nagyon, ha láttad rajta, nem ilyen sápat vagyok és vérszegény. Jó, következő, figyelj. Figyelj. Neked kellene a DJ-nek. Én még bevállalom. Tényleg. Én fejből hozok egy olyan szettet, hogy megőrülsz. Fellépők között és az elején. Na figyelj, már ez van. Can't touch this. Can't touch this. Jó, várj. Can't touch this. Hans, jel, mert a legnagyobb. Can't touch this. Azt a hangot nem érted. Can't touch this. Can't touch this. My music hit me so hard. Makes me say, oh my lord, thank you. Minden idők egyik legviccesebb popszáma. Nagyon jó. Persze. Fej. Következő. Jó, hát ez rának az autó. Én nagyon vágom ezt az edényt. Chris Cross. Ez erre már kell semmi rendelkezni, meg szerintem. Több kis csáva hátrafordított farmengadrágókkal. Még a fordító bújtak bele. Egy darab slágerük volt, ez volt. Ne, semmi más. Semmi és hiszen, hogy irritálók voltak, hogy játszottak az irgalmatlan kemény Zora csávót, miközben voltak 8 évesek. De ja, ahogy, ne viccelj, két kisgyerek. Igen. És ott kevénykedtek, előadtak egy két iszonyat gangstát.
De azóta is, hát, hogy a volt valami közük ezen ótához, nem hiszem egyébként. Tehát olyan értelemben, hogy se szöveg, se zene lövésük nem volt az egészről. Ők annyit tettek hozzá, hogy bejöttek, és mindenki azt hitte, hogy hát találnak, de nem. Csak a nadrágból lehetett fordítva. Fordítva, meg a sapka is. De nagy divat volt. Hát jó? A producerek jó. Őket is önkifatnánk. Na. Egy jó rendi MC. Hát az minőség azért. Na, én mondjuk igaz, hülye vagyok. Bocs, hirdetés volt, nem ez volt. Jaj, nem már! Lassúzás, ezzel zárnám a bulit. Senki nem akarna hazamenni. És most, fogd meg annak a kezét, akit szeretsz. Jó, na! Simulj hozzá! Nem jó? Ez olyan rossz. E-17, mekkora van? Beindul később egy kicsit, nem? Kicsit igen, egyébként nem lesz, se beindul. Ezt ne állítsd, ezt szerettem. E-17, nagyon nagyon. Gyertek közelebb hozzám. Iszol rá. Azt úgy kígyosan, iszol rá. Az volt. Iszol rá. Iszol rá. Ez vicces. Iszol rá, az persze, mert nem tudtál szeletelni, ez lassú volt, nem volt csajod, akkor mentél a bárpulthoz, és iszol rá valamit. Ja, mondjuk ezek mögött a srácok mögött iszonyatos gépezet volt. Ez jó, csönd. Fi. Még kicsit arrébb. Ugye 100 dalt tudnék összerakni. 100 dalt összerakok meg. Hát, hogy menjen halkan itt, jó? Iszol rá. Nagyon jó. Iszol rá. Na, ugye, hogy beindul? Ökötek az ugye az E-17, és akkor utána jött az NSYNC Backstreet Boys. Aha. Ezekből nőtte ki magát tulajdonképpen, igen. És eddigre... Ezt te hallgattad, Jani, ilyen zenét? Nem hallgattál, persze, nem? Persze, az elsősorból Marmon Karnába is kiállított, hogy gyertekre, csajok! Most ezek mögött a srácok mögött azt akartam mondani, hogy olyan iszonyatos gépezet volt, amik aztán tényleg semmi közük nem volt ezek a notákhoz, de iszonyat hagy. Sön már! Várj be! Ja, bocsássadok meg! Csak fejtegettem. Tudnék egy retro szettet összeállni? Igen. Nagyon jó vagy. Na most már ne vagy abban. Szóval, hogy te templomi orgonán nyomták fel az elejét. Komolyan. Azért itt nagyon komoly éneklés van ebben a dalban, ha megfigyeled. Igen, van. 1994. Jó hangok vannak benne. Jó lenne tudni, ki énekel. Márk, ugye? Hát Márk volt benne. Igen, Márk. Na most, ehhez mi köze lehetett neki? Semmi. Mutatom. Ja, igen. Szerettem ezeket a számokat. Hajrá, bogyarul! Ez ennyire ciki volt. Ez nagyon, volt. Az, és én ezt azért gyűlöltem ezt a dalt, mert az eleje zseniális. Azt az éneket, és utána nyá. Na mi van még? Na, tessék. Mester, mit tenne végre? Fejből nagyjából ennyire emlékszem. Magyarokat nem is játszanál. De hát a nagy klasszikusokat, de hogy nem, hát lenne egy-két magyar is, persze. De azok már annyiszor előttük, hogy azokat már, azokat már nem tudom betenni. Nagyon sok ilyen van egyébként, amit lehetne. Jó volt ez. Akkor mi volt? Ilyen 92-91 rockfronton mi volt? Akkor mi ment? Akkor már ment a Bonanza már, már hogy nekünk ugye ja, Bonanza ment, 96-97-ben már Bonanza volt, az nagyon nagy volt, ugye? Nálatok Metallica? Persze, iszonyat nagy lemezek voltak akkor is. Nagy lemezek? Nem Igen, a Pantera, a Vulgar Display of Power, iszonyat nagy lemezek voltak. 90-es évek az hihetetlen nagy volt. Ugye akkor még vették is a lemezeket az emberek, úgyhogy lehetett millió számra. Csak kaptok még egyet, jó? Na, ott volt a grunge korszak. Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden. Pearl Jam nem jó. Ezt az örök. Megvan, ha valaki megmondja az előadót, ezt nem fogjátok tűnni szerintem fejből. Ez életemben nem hallottam. Dehogy nem. Figyelj. Ez jó mondjuk. Ez is klasszik. Figyelj. Németek voltak. Két németek.
két német srác, csak csaj. Nem emlékeztek rá? Retroga nagyon nagy vagyok. Jó, hát az eredményénél szívtad magadban a kultúrát. Hát ez, én ezzel szocializálódtam, sárgos, azért vagyok én degenerált. C-block, a legnagyobbak. Óriási zenék ezek, óriási. És ez az Amcsi rap világ, az téged nem kapott el? Ezek a Tupac meg ilyenek? Ez, hallgattam Tupacet is, igen? Abszolút, igen. Ez a Europop. Igen, abszolút, ez a németek voltak. A diszkós itt azért a BPM-et főttek ezt. Amerikában meg a IST, meg a Grandmaster Flash így fogták a féket. Vagy ez mi? Vagy ezt miért csinálják? Vagy ezt miért? Igen, két német srác egyébként, fura módon, igen. Ah, gyerekek. Na, még egy záró akkordot tessék. Mit, kér, mit szeretnétek? Jó, kaptok egy jó... Zsebkendőt meg, könnyes Balázs szeme. Jó, gyerekek, és egy nagy klasszikusra zárunk, jó? Jó, jó. Mondja, jó, átmegyünk Amerikába. Húzd fel a bulit. Az, hogy nem tudom, átmegyünk valami. Amerikába. Ez mi ez? Arató diszkobalotan ezt a dumát? Már mondani kéne, hogy ki jön, gyerekek. Jó, bocs. Az utolsó. Nincs meg? Ez már ilyen felcsicsázott. Na jó van, ennyi volt Bali retro blokja. Nagyon megemlékezel a Bogyoródi bulira, egyben tippeket adni, hogy kiket lehetne még meghívni. Ezen túl minden héten pénteken 7-től 7:30-ig itt a Klassz FM-en a Morning Show. Bali retro blokja egyébként. Jó lehet. 7:30 pontosan Oven bácsira, Berunénre lehet jelentkezni. Jó, nyugodtan. Mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek. Hát dőlnek az SMS-ek, óriási siker volt ez a kis retro blog, de nem azért csináltuk. Jani felvetette egy témát, ugye, hogy jön David Hasselhoff, meg talán a Two Unlimited, és akkor így elindultunk így, nem annyira tervezetten, hogy mik voltak még nagy slágerek. És hát az SMS-ek azok elképesztő módon tényleg azt mutatják, hogy mekkora igény lenne ilyen típusú műsorra, ahol csak ilyen zenéket nyomnak, akár egy órában, vagy fél órában, valamennyi időben, mert imádják az emberek. Másrészt pedig nincs visszaút, ezt el fogom neked intézni a szervezőknél, hogy ezen a bizonyos augusztusi bulin te ott legyél bemelegítő DJ-nek és a fellépők közötti átvezető DJ-nek. Egy órás retro, kapjuk egy órás retro blokkot? De komolyan, megcsinál? Azt mondják, hogy ott az a baj, hogy technikailag nem értek hozzá. Tehát a tracklistet össze tudom rakni, csak az, hogy miből mit keversz, hogy húzod, tehát azt nem tudom lebonyolítani, de olyan tracklistát rakok, hogy besírsz. Van olyan diszkós, nagyon híres Magyarországon, aki átbeszéli az átkeverést, és akkor nem kell vele foglalkozni, persze. Mert az már egy szakma, hogy miből mi jön, milyen BPM-mel, hogy húzod, hogy vezeted át, hát lenne ott egy-két ilyen ugrás. Arra kicsit mindig rábeszélünk. Azt mindig ott kiabálni, hello Magyarok! És már jön is az új dal. Ilyen nagyon primitónos, stop gomb, megállít, lehúz, dumál, plajgom a másikon, elindít, kész, menne. Tehát nem lenne ilyen nagyon szépen átkeverő, viszont egy olyan órás blokkot kapnátok, sírva zokogva, könnyezve, meghatódva örülnétek újra a fiatalságotok. Figyelj, meg. Tarthatatlan állapot az, hogy DJ Dominiknek egy rakás Megamix albuma van, neked meg egy sem. Gyerekek. Ez mindannyiunk fiatalsága. Milyen szörnyű egyébként, már az SMS-ekből ez derül ki, nagyon sokan írják, hogy indult a reggel, meg megkönnyezték, meg csukott szemmel most fogadt valaki, most táncolva készülődött, nagyon sok SMS jön, hogy tényleg, ha kimondod, hogy ez már a fiatalságunk, hogy azért ebben ez a megdöbbentő, nem? És valaki 20 évesen hallgat, na, az örege hülyék, tudod. De tulajdonképpen ez nekünk már egyfajta olyan generációs élmény, ami azt mutatja, hogy nem vagyunk fiatalok,
hanem bőven múlt időben kell erről beszélni. Hát te nem vagy, mi azok vagyunk a Janival. De... Nyilván kimenjenek érzni magát, hogy alapjában ezek a zenék határozták meg a fiatalságunkat. Ezek erősen 25 éves muzsikák. Igen. 20-25 tehát, éves zenéket adtál többen most. Más dolog az, hogy egyébként a Dr. Albánnál a rockerek már ráharaptak egy gumiexponderre. Igen, jött egy nagyon jó SMS. Egy szenzációs SMS jött, egyetlen mondat. Hát Jani, drágán megfizettünk azért a pár perc rockzenéért. Ügycsé. Zseni. Nem erre akartam ezzel reflektálni, de igen, volt egy kis rockzene is reggel, aztán ugye témaindítónak. Jó, viszont ez tényleg akkora siker, meg annyi ötletet, meg tippet kaptunk még, hogy csinálunk megint egy retro napot valamikor. Jó, az is lehet, hogy jövő héten ezeket a zenéket meg kell szerezni, valaki azt, hogy csináljuk meg most gyorsan. Nyilván ezeket elő kell ásni, rákészülni, a zenei szerkesztőnk. Minőség is olyan legyen. Igen, bekérik nekünk. Mármint a hangminőség, mert ugye... Érted. A zenei minőséget ebben az esetben nem lehet rajtunk számunk kérni, de a hangminőség jó lesz. Úgyhogy valamikor még az is lehet, hogy jövő héten csütörtökön összeállítunk egy ilyen blokkot, és akkor hát óránként két zene, nem kell sok kicsit több zenével, akkor csinálunk egy újabb retro blokkot. Régen volt már tavaly kitelepülésünknél volt egy magyar retro blokkot a balatoni helyszínünkön. Figyelj, viszont én akarok hozzá egy speciális csak erre az egy alkalomra szóló plakátot. Csináljunk. Balázsról. Ja. Mi várja a rádiósról? Én megmondom, hogy képzelem el a dolgot, természetesen egy eredeti hanglemezjátszok, nem ezek a mostani ilyen DJ lemezjátszok, hanem eredeti, egy technics. Igen. Érted, ott áll mellette, rakja föl éppen az albumot, fülhallgató, vagy fejhallgató oda rakva a fülész, de csak az egyik igen, természetesen, a másik fog. Szabadon igen. Van, ugyanaz a függönyhaj, mint akkortájban, és alatt a felirat DJ Otto. Mega Mix Parádé. Ezt a nevet. Mega Mix Parádé. Igen, csütörtökön, reggel 6-tól a Klassz FM-en. Retromix. DJ Otto Retromix. Igen. Retromix Parádé. Retromix Parádé, az nagyon jó. Svállal fogod a izét, így a fülest. Ugye? Így, az így, a másik ide föltolva, és közben állítod be a lemezt. Igen, és az egyik kezedben mondjuk valamelyik albumot felted éppen ki, egy Tuáli mintedet például. Emelsz ki. Igen, tényleg. Az nagyon nagy lenne. Jó, figyeljetek, szívesen megcsináljuk, összerakom ezt jövő csütörtökre. A lemezjátszó mellett legyen ez a téglalap alapú szőszlehúzó. Emlékszel arra? Tető, ugye ilyen velúr vagy bársony volt, egy kis lehúzó, az a körbe tekerted a lemezt, vagy meg elindítottad és csak fogtad, és ugye a lemez letörölte önmagát, hát ezek nagy klasszikus. Elegáns mozdulattal eltartott kis ujjal. És a végét sose tudtad lehúzni. A végét föltetted egy kört, ment a lemez, és próbáltad lehúzni, mindig maradt egy csík benne. Igen, igen. És így forgott rajta a porcika. Na jó, csináltunk egy ilyen napot, akkor még írjatok, hogy ki milyen zenét hallgat a szélesen. Hát 4 órában nem fér be annyi zene, vagy egy kicsit többet zenélünk. Hát ettől lesz mix. Egy 6-8-10 dalt azért így össze lehet 6-tól, ha leadunk egy párat, azért azt... Hát vagy menjen alattunk végig, ne? Ez ne, az kiheréli. Az a baj, hogy ilyen zenére rábeszélni bűn, tehát akkor ezeknél a zenéknél a legtöbb ember azt kívánja, hogy hallgass már el, hagyj hallgassam. Igen, tehát, hogy ne beszélj, léci, hagyj hallgassam. Csutkára feltekerve, fogatmosva, vezetve, gyereket öltöztetve, tehát erre rábeszélni az a legnagyobb bűncselekmény, amit az ember csinált. Egy Otto Unlimitedre te rábeszélnél? Vagy egy Tupacra? Nem, én hazamennék. Vagy egy C-block, vagy egy Chris Cross, hát ezekre nem szabad rábeszélni. Hát ezek óriási muzsikák. Jó, megcsináljuk akkor valamikor. DJ Otto Retromix Parádé. DJ Otto? DJ Otto. Jó, leszek DJ Otto. Kell, hogy legyen, nem lehetsz DJ Balázs. Á, több én. Hát ez semmi. DJ Otto, DJ Otti. DJ Otti se rossz. Otti. DJ Otti. Mert az haverkodós érted. DJ Otti Retromix Parádé. Tehát a DJ Ottiból már tudod, hogy ő a barátod. Ugye? Nem csak egy Otto egy meg. Igen, az Otto kicsi távolságtartó. Igen, Otti, az haver tudsz dalt tudsz kérni. Otti, oda mész egy vörösboros kolába, hátba vered. DJ Otti. Otti. Vörösboros kolát, iszol vele, hátba vered, kérsz egy dalt a csajodnak. Az jó? Az egyébként jó. Az jó, effektek is kellenek majd hozzá. DJ Otti. DJ Otti. Hát vagy szólunk valamelyik nagy öregnek, hogy konferáljon. A Bétótnak, vagy a Cintulának, hát valaki. Aratónak. Aratónak, tényleg. A Cintulánál senki nem mondta szebben, hogy az idő és a tikotájm együtt jár. Mondjuk a szerencse kerék volt. Na jó, van, 8 óra után érkezik hozzánk, ami drága vastag Csabink, aki ugye volt olyan kedves, és megígérte nekünk itt élő adásba, abszolút önszántából, felajánlva a Klassz FM női hallgatóinak, hogy Valentina alkalmából elvisz valakit
reggelizni, vacsorázni, sok mindenről beszélgetünk. A vacsora lehet, hogy azért necces, mert hogy sok haknia van. Minden esetre egy női hallgatót meglep, és elviszi valahova reggelizni. Ugye? Így van. Úgyhogy 8 óra után lesz a vendégünk majd Vastag Csabi, és aki szeretne vele menni, az már most nyugodtan írhat nekünk, hogy kivel menne, miért menne, kit küldene el, ha ő megy, akkor miért akar menni, mert az SMS író közül választunk majd valakit, akit itt élőadásban visszahívunk, összekötjük Csabit és a rajongót, aha, ugye, a nagybetűs rajongót, és akkor ők ketten vidáman ezt megbeszélik, aha, hogy hova, miképpen és mikor tudnak elmenni, elkölteni egy romantikus vacsorát, vagy egy nagyon szép villás reggelit valahova, ugye? Istenem. Ez a mi ajándékunk a mi hallgatóinknak. És a Attilának a felajánlása is természetesen. Attila? Attila készített. Ja, Attila nem tartott. Attila. Attila. Attila is felajánlott valaha. Ja. Aha. Ja. Attila. Ki lehet? Hát egyrészt ki az Attila, másrészt mit ajánlott fel? Hát fia, az Attila is felajánlott valamit, az, az rohadt jó. Én annak tökre örülök. Attila a fiúknak ajánlott fel valamit? Csaba. Nem, te... Igen. Te a DJ Dominikra, Várkonyi Attilára gondoltál, ja, hogy ő ja, fogja alázenélni a vacsorát, igen, gondolom, erre gondolom. hiszen az a név neki mindig beugrik. Jó, figyelj, neked imidzsben kell maradni, te rocker vagy, te nem? Nem. De ezt most ebből visz vissza, hátrálsz, érted, és itt elkezdesz nagyon vastag csabázni, hát az nem biztos, hogy jó. Na jó van, szóval aki menne vacsorázni, az írja nekünk most SMS-t. Már az elmúlt egy-két napban jött sok, hogy én mennék, küldeném, de azokat nem veszük most így egy kalap alá. Csak azok számítanak, akik ma írnak. Jó, úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, mi pedig már is Óven bácsival játszunk. Óven bácsi és Beruné. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beruné. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia. Andi! Igen, Andi vagyok. Hello, Andi, honnan hívsz minket? Itt Budapestről. Budapestről. 13. Hát hozzá vagyok szokva, hogy vagy Lőrinc, vagy 13. kerület. Micsoda, alig van 13. kerület. Végre. Igen. Azért, mert a te szomszédjaid azok általában másik rádiókban dolgoznak. Tehát. Hát igen, majdnem a Feri szomszédságában dolgozunk. Na. Dolgoztok? Igen, aha, már egy lánybandával van dolgotok. Ó, oh, király. Ez jó, sok csaj egy irodaházban? Négyen konkrétan. És mit csináltok? Hát ezt is, azt is, adatokat rögzítünk, ennyi. De szép szakma az. Nagyon. Rögzítik. Sok-sok adat. Hogy kuncognak a többiek? Igen. Jó, jól szórakoznak, ez jó, de tetszik, jó, ha valaki ilyen vidám, az jó. Jó. Mi hárman, ti négyen, valaki dohányozhat is. Nem, ez a mondat, ez egészen pontosan a úgy szól. A kolléganőm a Ferinek egy ajánlat talált elő, hogy és ő szívesen elmenne vacsorázni vele. De oh, drága vagy. Csabi van most, gyerekek. Most Csabit adjuk. Most Csabi van. Csabit adjuk, igen. Oké. Okay. De úgy érti, hogy a Feri lenne a séf. Á, vagy elkicsérném őket, mi? Én vinném el a Csabival. A te mondatod, Jani, hogy ti hárman vagytok, mi négyen, az pontosan úgy, hogy ti is hárman, mi is négyen. Ti is négyen, mi is hárman. Ti is ketten, mi is ketten. Ez nem lehet más, mint a sors jele. Igen. Na jó van, jó kedvetek van, Andi, ez jót jelent. Mutatjuk akkor, hogy mit csinál Óven bácsi Bernó néni, figyeljetek. Oké. Ja. Mi? Elővették a régi kazettát. Ja, hát, hogy hát, persze. De milyen jól teszik. Elővették a kazettát. Na figyelj, énekelnek is valamit. És közben más dalt énekelnek. Hát egy jó modern topénak is be kell férni majd bele a tracklistbe. Még egyszer meghallgatnánk? Hogyne, mutatjuk még egyszer egy apró, rövid kis részletet, figyeljetek. Hát igen, ez így most még nem könnyű. Valami tipp, kik vannak körülötted név szerint? Magyar előadóról van szó? Annyit segítetek. Nem, a munkatársaidról. Igen, hogy, hogy kik vannak körülötted. Kik vannak körülötted, a név szerint kik? Ja, hogy a név, Zsuzsi, Zsuzsi, Anita, Viki, hárman, meg én, Andi. Anita az ismert téged, Balázs, annyit elárulok. Júj. Igen? Mondjuk, aha, hello, dolgozott veled régebben. Hol? A Rádió DJ-ben? Nem, az RTL Klubnál. RTL Klubnál, oh, Anita. Anita. Igen. Keresem, kutatom. De melyik műsorban, nem tudod? Melyikben, Anita? Balázs Szoba. De nem szerkesztő volt, research volt, nem? Szerkesztő volt. Milyen, Anita? Vagy research. Azért research volt, mert szerkesztő lenne, ismertem volna, igen. Igen. Na jó, van, hello, Anita. Mutassunk hosszabb részletet? Kérdezd meg, hogy igen, te rúgattad neki. Figyelj, Anita, én rúgattalak ki, ugye nem? A Jani kérdezi, de én sose rúgattam ki senkit, úgyhogy. Mutatjuk, hogy, vagy nem, nem mutatjuk, mutatunk hosszabb részletet, figyeljetek.
Da da da. La 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 na na. Zoltán Erika túl szexi. Pedig elsőre is ezt mondtuk, de nem voltunk benne biztosak. Jó ideje. Igen. Így van. A sapkát kivettük, de a többi az benn marad nektek, jó? Oké, köszönjük szépen. Nagyon klasszus ajánlás. Sapkát? Kérdezi a kolléganőm, hogy mit vettetek ki? Sapkát. Van egy nagyon szép sapkánk, régen bögre volt, most térre való tekintettel egy Klassz FM-es sapka van. Imádják a hallgatóink, de azt most sajnos ki kellett, hogy vegyük. Cuki lehet. Igen. Szevasztok, köszi. Köszönjük, sziasztok. Hello, hello. Ja, és Norbi is küld nektek valamit. Igen? De Réka vagy Norbi? Nem tudom, hogy ki küldi. Hát szerintem az inzulin rezisztencia miatt Réka. Aha. Igen. Igen. Puszi nektek, köszönjük szépen. Puszi, ciao. Szia. Hello. Inzulin rezisztencia, ez egy bonyolult, szerintem ez most inkább a Rékára hárult. De ettől függetlenül előfordult, hogy ő is többször megkifutott a dolognak. Nem, Réka tök szépen beszél egyébként. Meg Norbi most visszavonult egyébként Norbi, a médiától. Igen, Norbi visszavonult most abszolút. Sajnos. Na jó, van, Vastag Csabival folytatjuk. Aki szeretne menni vele vacsorázni, írja nekünk egy rövid SMS-t. Miért menne, vagy kit küldene, vagy mit tenne, vagy mennyit eszik. Bármi jó nekünk, csak kapjunk valami információt arról, hogy miért ő. Jó, mi pedig jövünk a hírek után. 4 perc, pontosan 8 óra. 8 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Kicsit kevés a közlekedési hír, ha valaki lát, hall, vagy tapasztal, vagy látok, érez. Látok, áll az ülői felüljáró. Az küldje el. Csak a szokásos. Annyira nem is vészes, ez csak a szokásos, igen. Hogy küldjetek nekünk, mert egy picit kevés így a péntekre való tekintettel, ez persze nyilván azt is jelentheti, hogy jól megy a forgalom és minden rendben az országban, de ha van egy-két trafi vagy bármi, akkor azt küldjetek el, jó? Mérnek egyébként jött egy-kettő, M3-as Debrecen felé a 107-es és 108-as kilométer között trafiznak, ezt Viktor küldte nekünk. Nem, bocsánat, nem M7-es, M3-as, igen. És a Hajdúnánás térségében a 30 kilométeren belül két trafi is van, ezt SCA üzeni. Hatos főút Pécs felé Szigetvár után katasztrófa, zuhog az eső, rengeteg teherautó és trafi. Jutus írta nekünk, szép napot kíván, és szeretne már egyből hármas ugrást játszani. A 41-es főúton Kecskemét előtt kb. 2 kilométerrel mérik a Cserkesz szőlő felé érkezőket, ez Gyurmi írta, és a Lajos-Mizsei vonat nem jár. Kispesten romlott el valami. A MÁV oldalán nulla info. Nem ér semmit a MÁV? Hát milyen dolog ez, gyerekek? Milyen dolog ez? Vagy nem néztünk rá, János? Úgy is tudják, úgy is késünk, mi ne kírjuk ki. Egy fölrakják a földalra, úgy is késünk. Egyébként, figyelj, erre más leszámlálsz 10 milliót. Hát, és ez belőle csak vagy. Így kijön. MÁV, úgy is késünk. Késünk, de jövünk. Késünk, de jövünk. Magyar államos. Ha nem most, akkor majd a következő. Igen. MÁV, úgy is késünk, nagyon jó. Ja, gyerekek, ez a Valentin nap olyan szép, nem? Érzitek a bizsergést, igen, meg a romantikát? Igen, Jézusom, veled beszélgetett valaki tegnap. Itt fröcsögtél 10 után. Ha, jön ez rohadjál meg te szemét, hogy elásztott. Nem is fröcsögtem. Itt mondta, gyűlölöm az gyerekek, egészet. Én megvettem az ajándékot, és rájöttem, hogy sokkal jobb így belemenni egy jön ünnepbe, mint hogy ott állsz este 10-kor, és rájössz, hogy kaptál, de nem vettél. Úgyhogy tegnap letudtam. Büszkék lennétek rám, ha tudnátok, mit vettem. Majd a hétfőn elátok. De elmondod. El, persze, adáson kívül nektek. Én is vettem. Mi volt én az? Én is tegnap megleptem a kedvesemet. Egy sajtburger? Nem, két süti. Nem. Mi volt? Egy cukrászda a kis parázsban, vagy mi? Egy vonai egy tömböt vettem. Tízes gyűjtőt. Egy tízes gyűjtőt. Na, hát az figyelj. Nem, amúgy nem, sokkal komolyabbat kapott. Igen? Igen, mert az ilyen nyári idén jellegű dolgok, ilyen akciósak, és beugrottunk egy sportszerboltba. De mit mondnál? De volt két kis kegyet kuponod, vagy amit el kellett lőni? Vagy mi? Nem, egy volt csak sajnos, és egy napunk volt, hogy levásároljuk, ma járt volna. Nagyon helyes, nagyon helyes. Gyerekek, higgyétek el, komolyan mondom, hogy ha a nők nem is mondják, és higgyétek el, hogy csomó nem mondja, de biztos, hogy örülnek. Aha. Sőt, még azt is elhiszem, azt mondják, hogy nem fontos, hagyjad, de ha mégis kapnak valamit, annak azért biztos, hogy örülnek. Csak nem mondják, mert tudod, nem akarnak ezzel zsibasztani, meg ciki is, vagy nem tudom, de ilyenkor valami aprósággal meg lehet lett. Most egy benzin után egy csoki, hát most mennyibe kerül, nem? Hát semmi. Én néztek ilyen furán, ilyen buldog szemekkel rám. Hidd el a nőnek, igazából nem az a fontos, hogy valójában mit, hanem az, hogy gondoltál rá, és kap egy kis apróság. Most aki nem ékszerőrült, vagy aranyőrült, vagy nem tudom. Maga a gesztus elé, most miért egy kis csoki, az is jó. Csak az, hogy eszedbe jutott. Bármilyen csoki. Nekünk mindegy, csak a Stolbertnek nem. A bármilyen csoki, nem úgy értem, hogy egy fél tábla bontott Milka, tehát nem teljesen erre gondoltam, hanem valami, mit tudom én. Hát, azt hallottam, a kislány mondta, hogy ilyenkor több édességet veszünk, mint húsvétkor. Azért az kemény.
hogy Valentin napon több édesség fogy, mint húsvétkor. Igen. Menő. Én kolbászt hozok neki. Az is jó. De ez is jó. Én adok neki szabad hétvégét a két gyerekkel, hogy együtt lehetnek, nem zavarom őket. Meg és a bankkártyáddal, és már meg is van. Az már sajnos nála van régóta. Te csak az SMS-eket kapod. Megint vásárolod. Ő adja neked Valentin napkor. Ja, vissza, hogy tudjál miből venni neki ajándékot, de utána kéri vissza. Igenis hozok neki kolbászt. Jó, állj, figyelj. Szerintem korrekt. De biokolbász, élő kolbász vagy? Az mindig nálunk van, azt használjuk, de most egyéb ilyen. Akkor ma is mangalica nap van nálatok. Mindig. Na gyerekek, és hát a Valentin nap, akkor nem múlhat el úgy Valentin nap, hogy a romantika nagykövete ne tegye látogatását nálunk. A szerelem hercege. A szerelem hercege, a romantika nagykövete, aki volt annyira kedves és annyira drága, hogy felajánlott önként egy vacsorát valamelyik Morning Show hallgatónak. Vastag Csabi, jó reggelt kívánunk! Hello Csabi! Szép reggelt kívánunk! Sziasztok! Hello, várj egy kicsit, beállítom, hogy ne törjön ki a nyakad. Hello! Fogja hozzá, ahogy kényelmes. Te, ez hihetetlen az a beszélgetés, tényleg. Hozzátérve, hogy egyébként nem tudnék elképzelni szebb ajándékot egy Valentin napra, mint egy Vastag Csaba CD. És egy Vastag Csaba koncertje. Lesz koncert. Ez tényleg tök szép ajándék lehet. Imádlak, ez gyerekek, a direct marketing, ez így működik. Tehát hagyjuk a francba a csoki, meg minden kettő darab vastagja, egy koncert, két darab vastagja. Vastag Csaba vagyok, a szerelem nagykövete. Lepjétek meg kedvesöteket velem. Ha már élőben nem tudok mindenhova menni, akkor igen. Na, figyelj, te még éjjel kettőkor gondolom valahol valamelyik színpadon nagyon énekelted valamelyik dalodat, ugye? Igen. Ma is egy picit álmosan érkeztem meg ide, de ennél nagyobb szeretettel köszöntök mindenkit. Ilyen nagyon korzsorsodsz egyébként. Nagyon álmos vagyok, de annál nagyobb szeretettel köszöntök mindenkit. Hol voltál tegnap ilyen, merre jártál? Voltam Rakoncai Viktor barátommal, készülünk egy koncertre, amely ma fog remélhetőleg megszólalni, és remélhetőleg egyre jobb lenni, mert tegnap még egy picit gyakorlós volt, úgyhogy... Ja, tegnap volt valami... Bemelegítő buli. Hát igen. Na, a pécsi közönségen volt a fő próba? Nem, tegnap csak próba voltam. Ja, próba volt. Uh-huh. De mi Pécsre jársz próbálni? Ez ott történik ez a koncert. Ja, hogy a buli ott lesz. Aha. Tehát ma este Pécset játszol, érted? Bepromóztuk. Na igen. Ilyenkor egy koncert van tényleg Valentin napon? Hát én gondolom szétszednek, nem? Ez egy nagyon szép nap egyébként mindenféle szempontból. Tehát nagyon jó. Ilyenkor lehet tényleg jó alkalom arra, hogy az ember koncertet csináljon. Ennek ellenére most nekünk csak egy van. Mert Viktorra ugye ezt hoztuk. Ilyen Rakoncai testvérek nagyon nyomulnak egyébként. Van, amikor együtt, van, amikor külön, az Imi zongorás esteket ad. De tudod, milyen buli van? Rakoncai Imi. Nagyon durva. Az egy zseniális egyébként az Imi szerintem. Tényleg durva. És a Viktor is zseniális, hiszen szeretném itt megjelezni ezen a fórumon, hogy március 1-én lesz a koncertem, amin egyébként így, ahol megszólalnak ezek a remek slágerek is, amiket például Viktorral is írtunk együtt, úgyhogy ez egy tök jó dolog. Ha esetleg kihagytuk volna, hogy hol és mikor lesz a koncert, apró részletekbe csepegtetjük. Még a holt nem mondta, de az időben. Majd hát gyerek, azért ne lőjünk el mindent egyszerre, hagyjunk valamit 5 perc múlvára. Nekem fel van írva, hogy mikor, tehát így rezgőre van a telefonom, és mindig így megrezegtet, hogyha nem mondtam be egy percenként lesz, hogy koncertem van, és hogy mikor. Figyelj, egyébként imádnak, szétszednek, messze a legtöbb haknit van így a tehetségkutatókban, egyébként mindenkinél is több, hogy szima, nem mertetek egy nagyobbat bevállalni, hogy azt mondtad, hogy legyen ez egy próba, és akkor majd utána hát. Tök jó helyszín egyébként. Igen, nem tudom, egy fél arénához képest mennyien férnek be, én nem értek ezt nagyon. A fél bajjal, tehát a féllel igen. Van. Hogy annak mindig van egy rossz üzenete? Igen, az aréná felébe 6000 ember fér be, ami több, mint a szima 4000-re, vagy 3000 a szima, valami. De mégis. De azt mondod, hogy fél. És akkor ez is nem jó. Rossz. Aha. Szerintem is egyébként is. Mondjuk a szimába is beférnek 6000-re, hogyha nagyon akarnak. De egy tök jó helyszín szerintem. Tehát viccen kívül ez egy direkt választás. Aha. Volt, nem egy B verzió, hanem ez volt a célunk, hogy a színába csinálni koncertet. Meg az a baj, hogyha mondjuk az arénába csinálnak koncertet, ott a 10. sortól hátrébb már nem látják, hogy szerelmesen nézel. De hogy nem van, az a kivetítő. Igen. Mennyi bulit van egy évben? Összeszámoltad körülbelül? Nem ez a lényege, hogy aki számolja, már leszálló álkomban, nem? Igen, nem az alapszám a lényeg, igazából itt a minőségre próbálunk mindannyian, gondolom, szorítkozni, úgyhogy nem tudom, de igyekszem. Jani nevében mondta, hogy ezt kérdezze meg, nem akart, hogy ő kérdezze meg, hogy kuponnal is be lehet jutni a bulira. Van valami női magazin, vagy kupon, vagy bármi, amivel esetleg féláron be lehet jutni? Hát amúgy az a durva, hogy még van is ilyen. Tényleg van? De tényleg, pont tegnap jelent meg. Azt hiszem, mert Balázs, megkérdezd meg, hogy eljön-e este, volt az a sztorítót, hogy
volt a sztori, hogy ez a hogy jelent, hogy a fiúcskát, aki kitalálta, hogy a hölgyek ne jöhessenek be a diszkókba. Steinek is tudom. Nem, a Szilárd. Ez meg jól elszirátoltuk. És mi kitaláltuk azt, hogy visszaadjuk a hölgyeknek ezt a lehetőséget, és van egy kupon, amivel 1000 forint a adunk ajándékba 1000 forintot mindenkinek, aki ezt letépi, és be... Na de mit szól el Szilárd? Hát, mit szól ehhez Szilárd, hogy most már a nők újra ingyen tudnak bemenni? Hát mi lesz így? Na, fellépők egyébként, vagy egyedül, vagy lesz vendég rálad, vagy hogy lesz ez? Tomika öcsém, biztos, hogy a vendégem ez a By the Way, jön még Nagy Feró, Müller Péter Sziámi. Nagy Feró meg a Müller Péter a te koncerteden? Hát ez egy ilyen nagyon szép összetalálkozás egyébként a koncert, tehát ez egy sok-sok évnek az összegzése, úgyhogy a barátaim lesznek ott, akik a múltunkat eltöltöttük, és nyilván a jövőnket is meghatározza ez a... A Ferót, azt megértem, a Sziámit. Igen, nem. A Sziámit nem, hát azért az annyira távol volt. Az egy tökéletes dolog volt, mentünk Londonba, és pont nem szállt fel a repülőgépünk, tehát ez jó, hogy nem szállt fel, mert nem működött, úgyhogy tök jó, hogy 5 perc korábban derült ki, mint később, és 9 órán keresztül várakoztunk, hogy felszállásunk, és ott találkoztunk, és ott kezdtünk el beszélgetni, és nagyon jó barátom lett. Úgyhogy tényleg egy teljesen jó munkakapcsolat, és egy igazi jó barátom. Meglepődte volna, hogy azt mondod, hogy egy kontrollcsoport rajongó voltam vége. Hát én a Ferót is értem, azért odaér egy lepattanóra, azért ő is. Hát a Feró igazából ilyen 10 éves, tehát hogy tényleg így nem normális. Ő nem. Igen. Buli van, menjünk. Állat. Ja, durva csinálom. Összefutottunk egyszer egy buljáján, most egy pár hónap ezelőtt mi vacsoráztunk, ti már ugye beestetek a vacsora végére, hát Feró már nagyon jó volt. Tehát ő már nagyon örült, már nagyon boldog volt, mindenkinek nagyon örült. Imádom. Egyébként igen. Na nézzük egy-két SMS-t, hogy kik akarnak veled elmenni vacsorázni, jó? Elképesztő őrület van egyébként tényleg. Komolyan mondom, öregecske csúnya vagyok, de jó lelkű, írja. Van egy 25 éves csinos aranyos unoka húgom, aki rengeteget dolgozik, meglepődne, ha Csaba meghívná vacsorázni. Örömet okozni olyan jó, írja Zsófi. Mindig is Jeff Goldblummal szerettem volna kajcsizni, de sajna Davinyi Tibi már nem praktizál. Az jó lesz nekem a Csabi is, de nem azért, mert hasonlít a férjemre, hanem mert kíváncsi vagyok, milyen ember. Így egy hallgató egészen komoly. Ezek szerint a férje is hallgatja. Jó, jönnek ilyen humorizáló SMS-ek is. Csabi, engem vigyél magaddal kajálni, éhes vagyok, a többit majd meglátjuk, Puszi Béla. Figyelj, egyébként viszont nagyon sokan írják, hogy tényleg elmennének veled, tehát csajok is, anyukák is. Vannak olyan férjek, akik beneveznék a saját feleségüket, hogy hát, elvigyék. Hogy a feleségemet szeretném a Vastag Csabi estére, mert úgyis meg akar csalni, de akkor már legalább egy hírességet tegye. Nagyon jó. Írja Gábor. Figyelj, egyébként tudom, hogy te erről nagyon nem beszélsz, meg mindig ilyen diplomatikus választ adsz, meg nem is akarok nagyon magánéletedről kérdezni, de a csajokról viszont tudlak, hogy mennyire nyomulnak, vagy mennyire szemtelenek, vagy mennyire rámenősek. Tehát gondolom több fajta van. Van, aki oda megy és telefonszámot nyom, van, aki mint a bugyit dob föl, de hogy van, aki nagyon szemtelenül csinálja, ugye? Tehát, hogy... jó fejek, úgy. De azért mondhatsz konkrét, vannak végletek, gondolom, még nem? Van, aki mondjuk becastingolt, ez a legjobb típusú ismerkedési forma, amikor valaki küld egy levelet fényképekkel, dokumentációkkal, hogy ő kicsoda, micsoda, leírja, hogy mennyit keres, hol lakik, küld magáról különböző fotókat, hogy tényleg minden testrészét megismerd így. Uh-huh. Tehát ő elég komolyan elhagadott. És utána van ilyen, de még tök kedvesen, még tök aranyosak, így nem gáz. De írja is, hogyha tetszem a képeik alapján, akkor hív föl, és lehetne valami kis... Hát figyelj, ők tudnak ilyenek lenni azért. Tehát azért én sem pont erre gondoltam, hogy igen, tehát itt az egészen konkrét felajánlásoktól kezdve a leveleken keresztül itt minden. És minden hol voltak ezek a nők, mikor mi 20 évesek voltunk? Hol? Nekem írtak. Ja, neked így az összes nagyon jó. Te még akkor a Szent Mihályon presszó lesz énekelted. De szépen. És győzöd még tárhelyjel? Vagy menet kellett már egy külső vinyót, hogy elmesd nem, az adatokat is. Nem mondtam be koncertet már 2 perccel. Tényleg, mikor lesz és hol? Nehogy elmenjünk emellett, mert Andor megérkezik. Március 1. Andor ez kész lesz teljesen. Március 1. Basszus. De a helye? A Móni elmenne a kedvesem, de valószínűleg nem tudunk még semmi, hogy oda tudnád adni az ezres. Ez mekkora. Jó. Figyelj, azért melletted mondjuk nőnek lenni, ha komoly kapcsolatod van, azért ez nem lehet könnyű. Tehát egy olyan nő kell, aki azért ezt nagyon tudja tolerálni, nem? Szóval ezt a legnormálisabb önbizalommal ellátott, abszolút normális értékítéletű nő is nyilván nehezen tudja azért ezt megállni, ezt a fajta rólamat. Ezt most kicsit komolyra próbálom fordítani, fél sikerrel talán, azt gondolom, de hogy szóval ehhez nagyon komoly.
nem, agy nem, kell egy nőnek, nem ez kapcsolatbarát nem. Dolog egyik sem egyébként, de hát ilyetek sem szerintem, ez eleve korán keltek, ami ez abszolút kapcsolatbarát, mert ettől vagyunk. Csak rondábbak vagyunk, tehát hogy ez effektíve ettől a feleségeinek nincs mitől félnie, mert napról napra öregszünk, de nem szóval, hogy ez egy komoly lelki próbatétel, nem? De. Tudnak igazán szemtelenek meg rámenősek lenni egyébként a csajok, ami az, ahol, tehát nekünk van olyan, hogy a Vikit úgy lökik félre, mintha ott se lenne. Én is gondolom, hogy ne haragudj, hát itt áll a feleségem, tehát ha talán nem löknéd arrébb őt meg a gyerekemet, azért az megköszönjük. Tehát úgy lép oda, érted? Hogy így abszolút egy pillanat alatt egyébként semmiből ezt. Mikor lesz a koncert, Csabi, nehogy elfelejtsünk mondani. A helyszínt mondta már? Na, mondd. Március egy szíma. Nem mondtam. Válasszunk akkor egy hallgatót, jó? És köszük össze Csabival. Azt még nem beszéltük meg, hogy vacsora legyen, vagy reggeli legyen. Mi nem mondtuk egyértelműen a vacsorát, mert azt gondoltuk, hogy sok fellépésed van talán este. Melyiket csinálnád szívesen? Legyen reggeli? Igen. Ami nála délután kettő. Lehet ebéd is. Legyen reggeli tényleg egy... sőt, igazából a reggeli egy fontos programjának, úgyhogy szerintem csináljuk ezt. Hogy legyen egy reggel inkább. Tehát este mégsem. Este akkor azért az fellépés van. Na, majd, jó. Van valami referenciád, idős, fiatal, kettel jöjjenek, ikrek. Mindenki szeretek. De tényleg. Mindenki potenciális lemezvásár. Mindenki megfogja. De mit tudom én, hogy mert tényleg írtak ikrek, írtak idősebbek, írtak fiatalabbak. Nyilván megcsinálták, hogy nem tudom, Béla daruk ezelő, de nem csajjal akarunk összehozni, mert nagyon sok ilyen vicces SMS van. Hogy van valami? Vagy bárki, aki jön. Bárki. Uh-huh. Jó, sokat tegyen, keveset tegyen. Én sokat fogok enni, ez biztos. Te sokat. Igen. Te állod a cekket, azt tudod? Igen. Ja, így ajánlottam. Erre azt kell profi rámondani, hogy igen? Ja, igen. Igen. Persze. Jó, hívjuk akkor, jó? Választottunk egyet. Igazából... Sorsolás útján. Ugye rábögtünk valakire, tök mindegy, hogy ki. Nagyon sok SMS van, bocsánat, hát baromi nehéz választani. Viszont ha reggeli lesz, akkor mi lehet, hogy amikor ti reggeliztek, majd rátok csörögnénk és bekapcsolnánk adásba. Király. Jó, hogy elviszed valóban 9-re reggelizni, és akkor mint a 4-10-5-10 körül rátok csörgünk. Jó? Na, hívunk akkor valakit. Én az ikreket választanám. Ikrek? Bélát és Józsi? Igen. Anna, kit hívtunk? Igen. Kit hívtunk? Kezi csokolom, Erikát keresjük. Én vagyok, igen. Erika, hello! Balázs Morning Show, hello! Jó ég, úristen! Aj, de jó kis reggeli lesz ez. Erika, hello! Hát írtál nekünk SMS-t, hello! Igen, úristen! Csak nem én nyertem. De bizony, hát te vagy ti, ezt majd mindjárt átbeszéljük. Igen. Téged választottam, drága Annánk. Na... ez már... Jaj, úristen, de nagyon örülök. Igen. Itt van a Csabi is, össze is kötlek vele, csak hogy beszélgessek. Hello. Szia, Erika. Hello. Mi a helyzet? Hello, Csabikám. Jaj, de nagyon örülök, hogy megnyertem. Akkor találkozhatok végre, úristen, önnel. Hát, tegeződjetek el, hogy az a szülő. Jelentős művész, de azért a jó Istenem ne kever. Jól van, na, nekem ez baromi nagy szám. Baromi még nagy? Soha nem nyertem. Igen, és vadásztál a Csabira, hogy hát, ha most akkor sikerül hát, megragadnod igen, az alkalmat? Igen, megmondom őszintén, megpróbáltam. Uh-huh. És úgy látom, hogy mégiscsak sikerül, de jó. Figyelj, Erika, te anyuka vagy, nagymama vagy, csak hogy tudjunk rólad egy-két dolgot. Hát hogy... megmondom őszintén, valószínű, hogy a hangomból halljátok, hogy én már nagymama vagyok. Nem bizony, a nagymama korban nem baj. Dehogy baj, nem, abszolút. Nem volt meg. Nagymamákat kiemelten. Igen, mert az unokának tudnak karácsonyra CD-lemezt venni. Figyelj, és az egész család Csabi rajongó, vagy csak te? Igen, természetesen. Hát még az unokám nem annyira, mert pici, de az egész család fantasztikus, jaj, nagyon örülök. Jó, mit csinálsz a jövő héten valamelyik reggelen, Erika? Szabadak-e a reggelet? Hát, mivel én elég szabad foglalkozású vagyok, úgyhogy én döntöm el, mert... Hát, már tudod, hát tulajdonképpen itt a vacsorát, azt nem biztos, hogy hallottad, hogy egy pillanatat reggelivé konvertáltuk át, mert hogy Csabinak fellépései probléma. Vannak, és egy reggelire mennél akkor ugye az SMS jelentkezésed alapján Csabival. Oh, nagyon helyes, benne vagyok. Jó. Ki áll... esetleg igen? Barátnőt is vihetnél? Csabi, hát Csabi kell! Erre nem számítottam. Kit hoznál, Erika? Ki lenne az? Hát, szintén egy rajongó. Na, igen? Kollegina. Egy kollegina. De jó.
Figyelj csak, és csak így ketten vagytok, vagy van egy nagyobb ötyeklub? Hát van. Azt már nem ismerem mondani. Hát te hogy nem? Hát hozzátok öt is. Csabi állja a tekkel. Svéd asztal is van a világon. Ahogy tényleg jöhetek bármennyien. Tényleg. Hát négyen vagyunk. Hát szerintem belefér. Négy hozzád hasonló, vagy három hozzád hasonló drága nagymama? Szintén? Igen. Kis... Hát van fiatal is, fiatalabb is köztünk, de tesszük. Egy belevaló csaj. Te jó. Hát jobb, ha így találkoztuk egymással, mint hogy mondjuk lefújnak egy parkolóházban, és bedobnak egy barbúcsot. És ez Jani volt. Életed végéig egy gödör alján kell babáznod mesztelenül, ahogy szoktuk volt mondani. Jól van. Van-e valami kívánság, Erika? Mit tennél? Egy angol reggelit, szendvicset, salátát, egy jó kávézóba menjetek? Mi az, amit igazán kedvez? Jó, a kávézó is jó, és a saláta is jó, hát szendvicset... Nem. Azt nem. Tehát jó hemendex. Valami finomat, jó. Erik, csokorni a kendőn kívül legyen-e valami a csapat? A fiatalok nagyon tudják ezt. Erika, egy fontos kérdés volt a Janit, hogy csokorni a kendőn kívül legyen-e még valami a Csabán esetleg? Lehet, hogy csak az kéne, nem? Jaj, bocsánat. Nagyon jó vagy. Figyelj, mit csinálsz március 1-én? Ez egy fontos kérdés tényleg. Fontos kérdés, mit csinálsz március 1-én? Van már program? Március 1-én... Csabival reggelizek. Nem, Csabi, nem, sokkal fontosabb. Annál már sokkal fontosabb, mert Csabi, ahogy érzem, én a Csabit egy nagyon gáláns felajánlást szeretne neked tenni. Mondd ki te. Igen. Miért mond? Téged és az Ötyeklub másik három tagját Csabi előszeretettel vagy valamelyik ötöket kiválasztva hívna föl a színpadra, és mint Robbie Williams, amikor csókolózik a rajongat. Fölhívna a színpadra benneteket egy apró kis tánc erejéig. Jól mondom, Csabi? Igen, soha tettem ezt, hogy mondd ki te helyettem. Én rád akartam, hogy intézzél megkívást felé, de mondtad, hogy mondjam én ki, én nagyon szépen kimondom, nem teljesen erre gondoltuk. Szóval Csabi meghívna szeretettel a koncertjére, mit szólsz? Nagyon-nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, komolyan. Jó, mikor voltatok utoljára koncerten vagy bulin, amikor egy kicsit kirúgtatok a hámból, lealjasodtatok? Hát igazándiból ősszel, úgyhogy elég rég. Régen. Na, hát akkor itt az idő jó, extra nagyon kiemelt VIP vendégként, Csabi reggeliző partnereiként, akkor ott lesztek ti is a koncerten. De reggelizés csak egyszer lesz, mert a március 1-ig folyamatosan együtt kajáltok, az már középkeztetés lesz. Ennyire nem akarjuk Csabi számláját megterhelni. Mi gond? Jó van, Erika, szabad vagy? Tényleg bármelyik nap szervezhetjük? Bármelyik nap jó? Igen. Na, jól van, akkor hívni fogunk. Köszönöm szépen. Megmondjuk hol, mikor, jó? Rendben. Figyelj, Csabitól még akarsz valamit kérdezni? Bármit? Akármit most, itt most. Most lányos zavaromba eszembe se jut semmi, majd a reggelinél. Jó, majd a reggelinél. Jól van. Erika, puszilunk, drága vagy. Köszönöm. Hívunk, hogy mikor lesz, jó? Köszi, hello. Köszi, ciao. Hello. Csabikám. Na, mit intéztünk? Értve magadnak mit intéztünk. Tök jó. Teljesen jó dolog ez, tényleg viccen kívül. Cukik, nem? Ha, nagyon hagyos. Jó, és elviszed őket a koncertre is. Persze. Na, hát gyerekei, mondtam én, hogy úri ember. Tessék, négy abszolút. Ember már lesz. De rohadék vagy. Ja, igaz, amikor két zenész beszélt, hogy megvettem a lemezelet, te voltál? Klasszik, igen. Voltál. Jó van, Csabi, nagyon drága vagy, köszönjük szépen a felajánlást, jó? Csináljuk azt, hogy akkor mi egyeztetünk, hogy az Andorra megbeszélem a managereddel, hogy akkor melyik nap mennétek, és akkor egy ilyen kis kikapcsolás nekünk élőben, ott vagytok, Erikát telefonhoz kérjük, beszélünk, mit kajátok, miről megy éppen a diskurzus, hogy álltok, jó, hogy kikapcsolnánk erre a reggelire. Andor, szerinted hova tűnhetett ez? Andor? Ez hogy csináltad? Én szerintem Andort ismerve a Danubiusnál mozog valahol, és igen. Hol vagytok? Erre a Danubius, hogy patika van már, hol vagytok? Igen, vagy rugdosat így Expressnek a kirakatát, hogy kéri az elszámolást. Andor a Csabi menedzsere, valaki esetleg nem tudná, nyilván sokan nem tudják. Csabi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Március 1-én akkor Erikával koncert, ugye nem elfelejteni, drága vagy, jövő héten hívunk akkor, jó? Köszönöm. Köszönjük szépen, Vastag Csabának, köszönjük szépen. Köszi Csabi, 8:30 úgy pontosan, 3 perccel jövünk, mindjárt a hírek után. 3:49, múlt 1 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Jó reggelt!
Figyeljetek, én most érzem itt a Top 40-t, és a Csabi az első ezzel a konnektorban. Na most már... Már de komolyan. Hallod? Ó, ezt a korrektót elfejtettem megkérdezni, hogy az MVM támogatja, lemaradt egy erbetű, vagy... Konnektor? Francia konnektor? Hogy a fenébe van ez? Ha már az MVM támogatja, miért nem írják ki rendesen azt a címet? Miért kell egy erbetűt lesporolni, érted? Konnektor. Tessék odaírni rendesen, kiallott már ilyen treágy munkát. Jaj, gyerekek, M3-as Budapest felé a 205-ös kilométernél Trafipax, ezt Jana küldte nekünk, köszönjük szépen. Kerepesi út a stadionoktól befelé teljesen bedugult, további szép napot Maja, és az M3-ason a 107-es kilométernél mind a két oldalon mérnek, ezt Szeró küldte. Tapasztalataink szerint, már mint ami az SMS-eket illeti, ugye nagyon sok a Trafipax, úgyhogy mindenki figyeljen, mert tényleg szinte az összes autópályán, főúton, mindenhol jönnek trafis hírek, egyes főúton Tatabánya felé, a Szári elágazás előtt KPM van, Ákos küldte nekünk, és igen, a 107-es kilométernél az M3-ason mindkét irányban mérnek. Na, de hogy azért ne gondolja senki, hogy nekünk csak egy ajándékunk van, ugye, és azt mi előttük, és mi csak mással tudjuk veregetni azt a bizonyos csalánt, ugye, jelen esetben Csabival tettük, hiszen szereztünk neki egy nagyon klassz kis reggelit, Erikával és csapatával. Nagy buli lesz. Készültünk mi is egy kis ajándékkal, illetve pontosabban kettővel. A legegyszerűbb módját választottuk az ajándék megnyerésének, elhangzik egy meglehetősen egyszerű kérdés. Erre kell nekünk gyorsan elküldeni SMS-ben a jó választ adók közül pedig kisorsolunk egy 40 ezer forint értékű aranyláncot. Aranyláncot. A szív alakú medállal. Szív alakú medállal, bizonyám. Medálionnal. És akkor köszönjük, ha valaki a medált nem értette volna. És hát azt nem tudom, még azt is meg tudjuk, lehet, hogy még ma át lehet venni és becsempészni a Valentin napi fa alá. Vagy megérkezik egy kicsit később. Minden esetre valaki még egy ilyen kis kedvességgel is meglepheti az ő drága szerelmét így Valentin nap alkalmából. És jó? Nem csak ebben az órában, hanem a következő órában is, és utána pedig egészen 18 óráig folyamatosan, mert összesen 10 darab ilyen 40 ezer forint értékű aranyakláncunk van, szív alakú medalionnal. Bizonyám. Úgyhogy Csabinál is, Pirosnál is lesz majd nyerési lehetőség. Hát egy kis valentinnapi csecsebecse. Aki nem gondolt még rá, ugye, lemaradt, nem az most... Az ajándékot, nem gondolt rá, aki... Az most tud nevezni nyerni. Tudom. Jó? Na, hogy szól a kérdés, Jansóá? Milyen férfi keresztnevet ünnepelünk ma? Elég nehéz! Apán azért, tudod? Tudtam, hogy könnyű lesz. Igen, de magyar férfi keresztnévről beszélünk, természetesen. Nem. Azt. A Valentine-ról. És álmatlan éjszaka van-e mögött a kérdés mögött? Hánykolódva, izzadva, de megvan a neki. Nem, a gyerek kiflitevett az ágyamon, és azért hánykolódtam, csak mert tele volt. Jó, tényleg olyanok írjanak, akik nyilván ennek örülnének, persze nyilván a legtöbben örülnének, meg van kit meglepni, van kinek odaadni, és szeretnének vele örömet szerezni. Van ki a Zacinak. Így van. Igen, az átvételnél egyből vissza, amíg 20-asért gyorsan. Ne csináljátok ezt ajándékot, nem rakunk be, odaadjuk a szerelmünknek. Bizonyám. Úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, van egy SMS számunk, ami nem más, mint 0-6-745-0-0-0-0, mi pedig már is hármasugrás, játszunk valakivel. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Fecó vagyok. Fecó! Szia! Hello! Hello. Ha bemondom a megfejtést, akkor megnyertem az evőkulait. Az nem lenne túl szép tőled. Sajnos te már erre nem nevetszett, mert hármasugrás játszol. De nagy poén, ha ellövöd. Egyébként nyilván mindenki tudja, mert annyira banális közhelyes kérdés, hogy ezt mindenki tudja, de nem akartunk nehezet kérdezni. Tehát ez nem János mentségére szól, hogy nem tudott volna nehezebbet, de azt szeretnénk, hogy könnyű legyen megnyerni. Így van. Ezt a kis medaliont. Így van, mindenkinek jó, jön egy kis smuk. Na, fecókám, honnan hívsz minket? Várpalotáról. Várpalotáról. Szeretem Várpalotát. Igen? Cukrászda vagy? Cukrászda vagy. Ugye, hát egyértelmű. De csak nevében vagy van is? Van. Van Várpalotai vár? Van. Így van, a Túri vár. A Túri? Igen. Nem is tudtam, hogy van a főnöknek egy... A Túri vár, igen.
És mit csinálsz ott egyébként, mit dolgozol, Fecó? Hát mi is az édesiparban dolgozunk, házi készítés, olyan csokoládépralinékat, illetve táblácsokikat gyártunk. Jani már átírta a három kérdést kicsit könnyebbre. És azt gondolom, hogy már a GPS-be üti be, Várpallotta. Két hete voltunk, de újrázhatunk. Jani bárhova képes elmegy, jó? Csak is trüffelért. Figyeljetek, akkor nektek ez ma kasza? Most hallottam a hírekben, hogy több édesség fogy, mint húsvétkor. Hát ez akkor nektek most nagy nap, nem? Hát igazándiból az eladási adatokkal nem vagyok tisztában, de biztos, tehát ezek az ünnepek, a húsvét, karácsony, ilyesmi, ez, ezek névnapok, jelesebb névnapok, ilyenek, ezekre mennek. Jól van. Oké, Fecó, na figyelj, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem könnyen. Könnyűek. Nézzük, hogy szól. Így szól az első. Milyen állat szökött meg a múlt héten a Veresegyházi medve otthonból? Farkas. Így van. Ügyes. Mehetünk tovább? Persze. Egér, alátét vagy szatyor, így szól a második kérdés. Melyik ország Forma 1-es futama az Abu Dhabi nagy díj? Nosan akartam mondani. Arab Emirátusok? Vagy? Úgyis jó. Arab Emirátusok, Arab Emírségek, elfogadhatjuk egyébként, igen. Egyesült Arab Emírségek inkább, de elfogadhatjuk, igen. Nem? Persze, meg Arabok, Valentin. Arabok, Emirátusok, mondják ki. Egyesültek. Egyesültek. Egyesült Arab Emirátusok. Na, most vajszívek voltunk. Köszönöm. Jól van. Mennyi idős vagy? 38. Akkor. Szerintem tudni fogod a harmadikat is. Igen. Akkor menjünk. Menjünk. Így szól a harmadik kérdés dedikált sapkáért. Melyik Oscar-díjas filmmel játszott együtt Johnny Depp, Charlie Sheen és William Defoe? Vagy Defoe? Vagy Dafoe? Dufoe? És Tom Berenger is. Nem gyenge. Nagyon-nagyon híres filmről van szó. Oscar-díjasan híres? Négyszeresen. Négyszeresen? És a rendező kapott Oscar-t. Érte? Azt mondom, hogy Johnny Depp, Charlie Sheen, William Dafoe, hát ez nem egy mai film. Álljon merleg, gyerek. Ne kérdezzél már ilyet. Gyerekek, ne rendetlenkedjetek, ja, itt van a játék. Jó, csak bocsánat, szétcsapok közt. Feri, maradjál, menek hát az a baj, hogy a Tom Berengert meg a Charlie Sheen tudnám egy filmbe rakni, csak ez nem biztos, hogy a másik kettőt. Na, akkor be így kell játékon dobni. Kívül melyikbe tennéd bele? Mondj valamit. Na. Hát játékon kívül a ragadozók, vagy a lopakodók, ezt nem abban játszottak együtt. Sajna, nem ez a szakasz. Ugye? Szakasz, de jó film. Johnny Deppnek ez egy korai szerepő, akkor még nem volt egyébként világsztár, csak később vált azzá. De nem is emlékszem, hogy láttam volna benne. Benne volt. Emlékszel az égő falura, amit felgyújtottak? Igen. Mert kollaboráltak, igen. Ott az a katona, aki vitte kifelé azt a kislányt a karjaiba, az Johnny Depp volt. Ennyi volt a szerepe az egész hát, filmben? Hát megment, meg lőtt, meg... Igen. Ja, hát ilyen is van egy szakaszban. Hát pedig ez híres. Bumbozz egyet, Fecó, hátha. Jó? Na. Jó, próbáljuk meg. Mennek az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki! Bum! De haragudjál! De, pillanat, szóval mondom, bum! Hogy? Hát ez... Na, tedd már oda magad! Bum! Hát filmet erről nem csinálnak, erről a lövésről. Valamit eltalált. Nem, hitehagyott búmocska volt ez. Hitehagyott búmocska. Sajnos nem. Szomorúak vagyunk. Hát mindegy, azért örülök, hogy játszottam. Köszi, mi is. Még hallgathattuk ezt a Vastag Tamás filmet. Nem, 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 hát sem. Beszélgettünk csak. Erika volt a jó megfejtő, így van. Erika volt a jó megfejtő. Jól van, köszi a játékot. Én is nektek. Sziasztok. Szia. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nektek jönnek a jó megoldások, gyerekek? Jönnek, nem? Hova? Nekem lefagyott a gépem. Annyian akarják az aranyat, te, tesó, uh-huh. Hogy meghalt a gépem. Vagy nem tudják a választ. És meghaltál te senki is? Semmit. Igen, ugyanez, lefagyott a gép. Azt próbáltam itt jelezni, hogy szerintem megállt az SMS fal. Megállt az annyian SMS jöttek fal. Egyszerre. Uh-huh. Na most mi legyen. Jó, rendezzük sorainkat, és akkor visszajövjük a nyertes a hírek után. Okay. Jó, nyájas olvasó.
a nyájas hallgató, hogy ennél modorosabban ne nagyon legyek. Tényleg megcsináljuk. Egyszer annyian írnak, hogy meghalt a gépem nekem, és nem tudunk itt hívni. És igazságtalan, hogy a telefonosok, tehát hogy ugye telefonon jelentkeznének. Nem, sokan, SMS, de az SMS kell. SMS-t ez az, így van. Aha. Már akkor kénytelenkezünk házon belül megoldani annának, ahogy látom, már van egy ezüst. Nem szerettem az aranyat, de azért arany elfogadom. Okay. Kicsit feltűnően, és itt van a jó megfejtő, Anna, igen. Na jó, megcsináljuk, és akkor megnézzük, hogy ki küldött nekünk jó megfejtést, hívjuk a nyertest a hírek után. 4 perc múlva pontosan 9 óra. 9 óra múlt. Itt vagyunk, pontosan 14 perc, 14, amit csak 9-el. Ja, Csabék mindig itt vannak. Szeretnénk itt, szeretnénk zuhankászakadni. Szevasztok. Sziasztok. Cső. Meg aki később jön, tovább marad, ugye? Cső. Igen. Na itt vagyunk, gyerekek, 9 óra múlt 9 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Megjavult az SMS gépünk, egyszer annyian írtak hirtelen, és annyian szeretnék elvinni ezt a kis finom kis arany ékszert, ugye? Hogy mattoltak hogy minket. Mattoltak, kész. Tehát, végünk van. De helyreálltunk, fölálltunk, meg vagyunk, úgyhogy hívunk valakit, és ő meglepeti a kedvesét. Jó, ha lányt érünk el, akkor inkább férfiak írnak, nem? Vagy nők is írnak erre? Nők is, persze. Akkor maguknak, az se baj, ha valaki azt, hogy gyerekek, magamnak akarom. Azt is elfogadjuk, nem? Mindegy, nagyon szép kis csövecséről van szó. Igen. Igen, tessék. Hello, Morning Show, Balázs, Feri, Jani, hello. Halló. Sziasztok, hello. Hello, hogy hívnak? Sziasztok, Laci vagyok. Laci, írtál nekünk SMS, jó helyen vagyunk? Igen, írtam SMS-t, és, igen. És mit írtál? Hát a megfejtés, hogy Bálintnak van. Így van. Na, és kinek szeretnéd, vagy kinek szeretted volna megnyerni ezt a kis ékszert? Hát az én csolás feleségemnek szerettem volna. Most így a héten kiderült, hogy a harmadik gyerekünkkel várandó. Az igen. Oh, gratulálom. De jó, hát ezt nem is tudtuk. De klassz, tényleg? Na, hát akkor igen, ezért... Igen, és így ezért neki szeretném adni ezt a nyakláncot. Megörülök, de tényleg hasonlít a hangod a Vastag Csabi, azt olyan, mint a vele beszélnénk effektíve. Tudod? Kidobtuk a Csabinak az aranyaklancot, így le nem mosunk magunkról. Pályá, kiszaladok, még itt vannak a folyosó meg. Na, ügyes vagy, jó van, nagyon sokan írtam, hogy nagy szerencséd van. Elküldjük neked, ez egy 40 ezer forint értékű kis arany nyakláncocska, úgyhogy hát hordja ő egészséggel. Ma megkapod, de azt nem tudom, még az is lehet, hogy ma meg tudod kapni. Jó? Szuper, nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó, nagyon örülök. Mekkorák a gyermekek, hogy már a harmadik jön, mekkora az a másik kettő? Hát elég sűrűn vannak, 3,5 a nagyobbik. Most lesz 2 májusban a kisebbik, mind a 2 fiú, és hát ugye most jön majd a harmadik. Nincs tétlenkedés. Nincs, az a nagy hancúr. Igen, belehúztunk. A harmadik kisfiú lesz? Hát igazából remélem, hogy kislány. Kislány. Aha, igen. Ezzel vigyázzatok, mert a nagy számok törvény alapján előbb-utóbb kislánynak kell jönnie, de addig még becsúszik 4-5 fiú. Vagy most egy 3 siker fiú, tudod. Az a meg is az egyik barátom, még itt tartanak, ők a kisfiút várják nagyon. De a kislány után. Aha. De a negyedik lánynak is örülni fognak. De az a ritkább, ha fiú-lány, vagy fiút tudsz, vagy lány tudsz, de hogy a fiú-lány az nagy mázli. Te nagy mázlista vagy, az nagyon jó összeállás. Igen, van egy csomó ilyen ismerős. Mert jól áll a borosta, arra mondom. Ennyi, érted. Na jó van, gratulálunk neked, jó? Köszönöm. És akkor boldog valentínozást, és használjátok egészséggel, vagy viseljétek, vagy nem tudom, viselje ő. Jó, Laci? Köszi. Ciao. Hello. Na, egyébként van még egy aranynyakláncunk, gyerekek, tele vagyunk. Tehát annyi ajándékunk van, nem tudjuk hova tenni, úgyhogy majd elhangzik még egy kérdés, és aki az előző órában nem nyert, az most még megint megpróbált nyerni egyet. Jó? Hasonlóan nehéz kérdés lesz. Azt megígérhetem. Milyen névnap volt tegnap? Tehát körülbelül ez lesz a nehézségi szint. Anyadikán ünnepeljük a Valentin. Igen, tényleg. Könnyörtelenek leszünk, és utána még van 8, azaz 8 darab ilyen kis aranynyaklancocska. Na most kérdezd meg a Valentin, vagy a Bálint angol száz megfelelőjét, és akkor ha megírek, hogy Valentin, meg is vagyunk, igen. Jó, na, Peti hetesünkhöz érkeztünk, ami drága jó Petink összegezte a hét híreit, és zenélő óvszert talált az egyik boltban. A Valentin napi ajándékok között, ami drága Petink. És mit játszott? A ding-dongot? Ding-ding-dong! És Peti elképzelte, Peti írja SMS, mert tudom, hogy hallgatsz minket, hogy szerintem ilyen dalokat játszik, jól mondom? Hát vagy azokból a dalokból, amik alkalmasak arra, hogy ilyen
Hát szex közeliek legyenek, gyúrt egy mixet. Gyúrt egy mixet, igen, várj, értek SMS-t. Azt mondja, fontos info, hogy az Offszeres szám dalok címeiből lett összerakva. A címei, nem is részlet. Tehát ugye elképzeli azt, hogy az Offszer mit zenélhet, és akkor a dalok címeit próbálta úgy összefűzni, hogy az ráfűzve legyen, szépen mondjam, az Offszerre. Ugye? Aha. Remélem, hogy ezt jól elmondtam. Na, jó. Meghallgatjuk, mit énekel erről Peti. Zenélő Offszert kapsz tőlem, sorra szólnak a slágerek. Éjjel érkezem, gyengéden ölej, átjöhet az őrült szerelem. Ma nem szólhat a fáj a fejem, csak hosszan a csók király. A kis kócos vajon mekkora lesz, kicsi Nagy Artúr vagy indián? Térden állva szeresd a testem, baby, itt a citrom ízű banán. Meg összerakni, igen, hogy kössön a témán, az nem könnyű. Na, fogtak egy nagymamát. Nagyon jó hír, nekem ez nagyon jól tetszik. 76 éves néni, aki egy kokain partit csapott. Bártulajdonos néni, aki egy kokainos bulival ünnepelte volna a születésnapját. Tudunk róla többet, hogy mit csinált? Vagy? Igen, már a múlt hónapban elkapták. A mamát, mert akkor volt nála már egy fél kiló anyag, de azt mondta, hogy ez nem az övé, valaki itt hagyta. Tehát ez volt a duma, érted? Megtaláltak a bárban a cuccot, az egy fél kiló valami anyagot, azt hiszem az is kokai volt, és azt mondta, hogy nem tehet róla, mert ezt valaki itt hagyta, és mondta neki a nyomozó, hogy én értem, hölgyem, de ez az önök szekrényében van. Ma már kicsit turbosított, tényleg? Hát szereti a munkát. De azzal nincs baj. És most elkapták és le is csukták, azt hiszem. Most már lecsaptak rá, igen, és ott tettenérés volt. 76 éves, hát ezzel ünnepelte volna a születés. Okay. Hát lehet, hogy szerepelt a bakancs listája. Igen, kokszos szüli napi buli. Na, meghallgatjuk, Peti, mit énekel erről. Hoppá! Jön a mami hazafelé, szaladnak a csávok elé, cekkerében lapozzacskók a maminak dől a lé. Felül a mami a robogóra, a városban a szajrét osztja, van itt lóvé, nem hagyja meg az akciós farhát. Jó kokszal vár, mami itt a király, a kis unok a helyre vigyori, vicces süti csüt neki a nagyi. Jó kokszal vár, mami itt a
szívben az otthon kap, mikor belép az otthonba. Maradjon, mindenki kusba, meglepi lesz a rizses húsba. Ez nem show, csak egy kis hó, nem kell ide a beutaló. Már ma mindent a mamit perká, gyerünk spanok, irány a termál. Hogyha nyuszi vagy maradsz kint, meghívjuk az aracki. Fejes a vízbe, ki mire voksol, csobban a víz, repül a fogsor. Köszönjük szépen. Irány a termál, igen. Aj, gyerekek, na jó van. És a harmadik, az utolsó, ami pedig a Lali. Mit csinál a Lali? Hát Lali megkóstolta a Győzike Family-t, egész pontosan ugye Győzike nagyobb lányának ajánlott fel egy összeget, ami nem nagyobb, hanem kisebb, mert 5000 forintról van szó mindösszesen, hogy hát szolgáltatást nyújtson Lalinak. És akkor így viszonylag szépen mondtam el, azt hiszem a sztorit, szerintem paré a Lali, de hát Istenem. Lali szóval, hogy Evelyn itt van 5000 forint, gyere át. Igen. Hát, Lali igen. Nagyon rámenős kezd lenni. Na, meghallgatjuk, Peti, mit énekel erről? Azt a csóró fajtádat, na takarodj már ki. 5000 ér neked, még a jég sem veri. Azt hiszed, hogy sztár vagy, mert a tévé mutat. Az öreg odvas tölgyfa sem ad neked lukat. Ajjajjajjaj, hát ez meg mi? Ej, Lali, ácsi, a rák egyenki. Hogy nézel ki, Mori? Nézd már magadra. A gólya rakjon fészket a csúf hajadba. Evelyntől tarstából a béna sörényed. Csárazzad ki inkább az ideges görényed. Ajjajjajjaj, hát ez meg mi? Ej, Lali, ácsi, a rák egyenki. Csárázzad ki az ideges görényed. Az ilyen rövidén én ledobtam a telefonomat, te jó Isten. Hát ez hülye. De milyen jó ez az El Mariachi, nem? Az. Mekkora muzsika. Jól van, Petinek köszönjük szépen, mindjárt jön a kérdés, gyerekek. Ezekben a pillanatokban zajlik a farsang. Azt a kutya fáját! El kell mennem, nem sokára. Mutatom a képeket, most kezdődik. Mi lett végül is? Hát, minden nap más. Nem tudtam rávenni, hogy dupla számot adjunk elő. Mire költözött? Istenes benne? Most mi bajod van Minimivel? Van neki elég baj, ne bánt Minimit. Ott van. Na, nézzük már. Sajnos nem tudtam rávenni a páros számra, úgyhogy szerintem ezzel nem nyerünk, jó? Ez jól néz ki. Jó? Mi lett belőle? Hát ahogy látom, vakbottyán. Gyerekek, nem tudtam rávenni a páros számra, meg elmondták, hogy hát viszonylag kevés szülő lesz bent, úgyhogy ne nagyon erőlködjek ezzel a farsa megnyeréssel, pedig mindent feltettem rá. Kalóz. Félszemű kalóz. Félszemű kalóz, van kis kalózkalapja, kis kalózszettje, kis kard az oldalán, és az egyik keze ilyen kampókéz. Mm. Ez lett. De jó. Ez lett végül. És Viki ékszeres dobozából kapott egy fekete gyöngyöt is. Igen, kalóz lett, úgyhogy hát nem tudom, most indulok egy nagyobb készpénzösszeggel megvesztegetni a zsűriző szülőket. De nem mondták, hogy nincs verseny, hanem mindenki örül. Akit tudok, lefizetek, nem érdekel. Megígértem a Berinek, ezt ma megnyerjük, úgyhogy... De nem eskedett húzásba. Hogy? Rakd ide a kezed, Benny, a hitelesség kedvéért! Nyernünk kell? Nem. Figyelj, megmondom, hogy kicsit kiábrándító a dolog, sajnos bűnöztünk. Vannak ilyen szettek, amit megvásárolhatóak. Bemész, nejlomba be van előre csomagolva. Kit itt találta, hogy kalóz, ültünk egy éjszakát. De miközben ennek a gyerek jelmezéhez. Oké. Azt a Vikinek vettem. Egyszerűen kell próbálni. Vettünk egy ilyen szettet. Nem, kitalálta, hogy kalóz, ültünk egy éjszakát, ott beszélgetünk, hogy varjuk, mit csinálunk, hogy legyünk, ne. És aztán bűnöztünk, nem álltunk neki kalóz sapkát, meg szemletakarót, hanem megvettük ezt így csomagban. Sajnos. Nem ugyanaz. Azt mondta volna, kuka akar lenni, vagy valami, akkor levágjuk a kartondobot. vagy rá. A kalóz nem tudtuk, azt le kellett volna varni. De nem tudok nyerni, mert nincs egyébként sajnos verseny, tehát ez egy ilyen humánusabb boboda. Azért próbáld meg. Hiába próbáltam a dupla számot erőltetni, amiről beszéltünk esetleg, hogy megszülöm a Benit én, mint orszarvú, mint kis orszarvú, vagy bármiről beszéltünk, hogy legyen egy ilyen dupla szám. Mondták, hogy itt mindenki bejön és jól érzi magát, úgyhogy apukák, anyukák lehetőség szerint maradjanak otthon, úgyhogy nem, nincs verseny. Igen. Mutasd csak, Benim, magadat. Várjál, hagyjad, majd kitalálom. Fél szem, fél kar, fél láb. Rokkan nyugdíjas.
Igen. Aj, szegény. Úgyhogy nincs verseny, de minden esetre zajlik a farsang. Ti hogy álltok? Ma van nektek is? Nem, hála Istennek. Nem? Jövő hét valamikor. Igen, délelőtti program? Igen, délelőtti lesz a dolog, de még nekünk nincs meg, hogy mi szeretne lenni a gyerek. Illetve hát én tudom, hogy mi akarna lenni, amivel jól állnánk, de tudod, még megy a Csingiling akarok lenni, a Pannánál most, hogy póniló akar lenni, mondtam, hogy hát életem az nehéz egy lófejet szerezni, tehát még válogatás. Mi a Vakont, Hoember és a Kalóz törzsfejlődésen mentünk így otthon keresztül. Vakont, Hoember, Kalóz. Tehát elindult a Vakondból, a kis Vakondot imádja, aztán aha, a Hoember, és akkor így végül utána a Kalóz lett. Úgyhogy ezek most már szettekben meg lehet kapni. Ja, én is hajlok e felé. Ugye? Már póniszett nincs. Nincs már nagyon én egyénieskedés, rájöttem. Tehát vagy ezek a mesefigurák, amik nagyon mennek, vagy ha gyerek így. Ami igazán kiábrándító, hogy nálunk az oviban tavaly az volt, hogy minden este a verseny előtt, ahogy mentél a gyerekért, akkor ott volt egy ilyen jelmezárus. Tényleg? Már oda mennek az ovi elé? Igen, elmentél a gyerekért, nem, bent. Ja, bent az oviban. Be is engedték őket, bementél a gyerekért, összepakoltad, elindult a hazafelé a kis csapat, és akkor mondja a gyerek, hogy nézd, apa, itt van a ilyen jelmez, olyan jelmez, és azt mondom, miért kezd ide behozni? Igen. Hát gondolom, hát nyilván pénzért. Visszaosztanak az óvodáknak. A jelmez dílerek visszaosztanak. Mafia lehet az óvodában. Mafia van, nálunk szíjázégyek is vannak például. Ott ül két nagyon helyes hölgy, és akkor meg tudod venni a szíjázégyet az óvodába. Ez tök jó hangulat dolog egyébként. Szerintem a felnőtteket is magával ragadja. Én például ma reggel baseball sapkával, napszöveg és felhajtott galléra jöttem. Szilveszter Stallone. Nem, Simon Gábor. Ja. Elzárkozom. Elhatárolódom. Na, jöjjön a kérdés. Na, de nagyon nehéz legyen ám. Tedd oda magad. Nem ám aztán könnyű kérdez. Jó. Nem ígérek semmit. Tehát jó megfejtés, nem ígérek. Jó. Figyelj. Milyen emberi szervet formáz a nyeremény nyaklánc medálja? A kutyafádat. Vese. A kutyafádat. Tüdő. Lép. Úristen, hogy tényleg miért nem tudsz valami könnyűt kérdezni? Jó napot kívánok. Azt a jó. Azt, de már hogy olyan nehéz a kérdés. Igen, jó. Úgyhogy jöhetnek az SMS-ek. Lassan tulajdonképpen a két SMS árából tényleg megvan már az aranymedál, ott tart, aki nem nyert. Tehát egy kicsit nem nagyon tudjuk ezt visszafordítani. Nem, egyébként nehogy azt higgye. Bárki is ez. A medál 40 ezer forint értékű, két igen. SMS meg kb. 50 forint, vagy 60, nem tudom mennyi pontosan. Tehát még azért talán nem tartunk ott, de utána, ha valaki este hatig megpróbálja minden műsorvezetőnél megnyerni ezt az aranymedáliont, akkor lassan ott tartott egyébként, hogy az már nem térül annyira meg. Szóval a kérdés, hogy milyen emberi szervet formáz a nyeremény nyaklánc medálja? Na lehet. Azzal nem bánthatnak meg minket, hogy nehezeket kérdezünk a nyereménnyel, nem? Figyeltek. Na, gyerekekére elmegyek, jó? Ugyan a farsang nem verseny, de egy kisebb készpénzösszeggel azért megpróbálom megvenni. Megpróbálunk megvenni mindenkit, hogy igen, a mamba is be kell ugrani az a pénzért. Gyerekek, én mondtam, nálunk ez egy harc. Nem, azt már a pénzszelítő autó viszi, nem gondolod, annyi pénzzel nem megy gyalog. Vagy megnyerjük, vagy fel se vonulunk a farsangra. Tehát itt nincs alibizés. Igen. Bemegyünk, exet teszünk aranyosan nyerni, jöttünk, hát megyek át. Hiszen te vagy a zsűri elnöke. Tízkor eredményt hirdetnek, muszáj elmennem, úgy itt hagylak benneteket. Jó, lesz még egy recept, lesz még a jó megfejtés, és nem sokára van. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Akkor jó hétvégét neked. Nektek is. 3 perc van pontosan, 9:30, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hogy nem metált tettünk be, Jani? Hát, basszus. Az volt, hogy amikor Balázs nincsen, akkor ugye egy napra egy... Egyel készülsz. Na. A főnökség elhúzott, srácok, úgyhogy szabad a vásár, lehet még jelentkezni a valentinnapi játékra, van egy 40 ezer forint értékű, illetve nekünk most már csak ebben az órában egy darab 40 ezer forint értékű aranyláncunk van medállal együtt, vagy igen, láncmedállal együtt, és utána egészen este 6-ig, tehát Csabinál is és Pirosnál is lehet majd nyerni ugyanígy. Szerintem ez jó, szép ajándék, most nem azért, mert esetleg elfeledkeztél róla, mert lehet, hogy csak egy szál virágot tudtál venni, de egy ilyet jó megnyerni. De ez nagyon igényes kis muk szerintem. A kérdés azt még egyszer feltesztük, milyen emberi szervet formáz a nyeremény nyaklánc medálja. Nagyon nehéz. Ennyire bonyolult, kőkemény feladat. Azért ismételtük meg, mert eddig csak 24 ezeren jelentkeztek erre a játékra, hogy azért legyen még jelentkező. 4:03, szevasz Csabi! Jó reggelt, szevasztok, és a retróról beszélgettetek az iménti kis összeállításban, és eszembe jutott, hogy ugyanezt megcsinálhatná Jani. Tehát egy ilyen distraction.
Venom, és Slayer, meg ilyeneket. Nagyon jó, Jack Panzer. Igen, hát majd egy másik rádióállomás ennek helyet is. Running Wild. De nagy lenne, Halloween. Igen, de nem is az, hogy egy összeállítás a rádióban, hanem egy ilyen buli. Tehát azért az nagy lenne. Zseniális lenne. Volt annak idején, hát ugye a O.J. Samsonnak, amikor igen, még nem O.J. Samsonnak hívták, volt egy Samson rock diszkója, uh-huh, és ott azért ott voltak jó zenék. Hát ennek egy picit már így leáldozott. De figyelj, az Iron Maiden előtt nem akarsz diszkózni, azt jó, is előtt tényleg előtt érte. Mi, mekkora lenne, a Balázs menne izére erre a Hungaroringes sziszikecsre. És a Maiden előtt DJ Skulo tolna egy jó kis retro metal szette. Szerintem zseniális. Egy óra izé retro metal DJ Skulóval. Hú, hát nagyon. Hát csak az a különbség, a metal közönség azért megy oda, hogy megnézze a Maident, és tök mindegy, hogy kiállna ott, és milyen zenét nyomna. Menj ma haza! Jó, menj, de, jó, de nem, a mi? Hol a hajad? Rob Halford is kopasz. Próbálom menteni magam. Figyelj, ezzel egyébként mindig az a baj, amikor előzenekart, vagy elődiszkóst, vagy bárkit elkezdenek fikázni, hogy abba hagyhatod. Nem jön előbb. Igen. Tehát ő 8-ra van kiírva, ha magyar zenekar, akkor 8:30-kor lép színpadra, ha igazi profi, akkor 8-kor, vagy mit 8-5-kor jönnek, és te azért vagy ott 7-től 8-ig, hogy amíg bejön a közönség, és megvárja az Iron Maiden-t, addig te DJ Skulóként nyomd a zenét. Szerintem tökre beleférne. Szerintem zseniális lenne. Ugye? Zseniális lenne. Én nem is tudom, hogy mostanában vannak-e így előzenekarok. Maidennek például lesz előzenekar? Szerintem nem. Szerintem nem lesz, de most lehet, hogy tévedek, nem vagyok annyira képben a koncerttel kapcsolatban, de hát tudja a fene. De most például magyar zenekart kit raknál be egy Iron Maiden elé? A Tankcsapban nyilván hát nem megy. Hát mint annak idején 84-ben a P-boxot. Ráadásul P-box zenekarból most van vagy 10, tehát bárki játszhatna. Igen, osztodással szaporodik. Figyeljetek, a Seven Son albumot fogják hozni, az egy 88-as album, és azt mondja, hogy akkor tájt jelent meg, hát 87-ben a Pokoli színjáték, utána pedig az éjszakai bevetés. A pokolgéptől. Menjen a pokolgép. Mekkora lenne? Mondjuk az sincs hát már. Ők, de a pokolgép is hát van egyrészt, és pont arra készülnek, hogy az eredeti felállással készülnek egy nagy bulival. Tudom, hogy van, de... Az mekkora lenne már tényleg az eredeti felállásban? A kalapáccsal rendes. De most pont erre készülnek, lesz júniusban egy buliuk. Igen? Igen. Mert most 20 éves a pokolgép, vagy 30 most már. 6 villámcsapás. Igen, és voltak jó számai. Igen. És összeáll ez az eredeti pokolgép, és akkor lehetne a Maiden adott, igen, az jó. Mekkora lenne már a pokoli színjátékot lenyomná. És egyébként pont 84, ahogy említettem, én akkor voltam életemben először Iron Maiden koncerten, a P-Box volt az előzenekar, és egy hónapra rá a Volán pályán meg Motorhead volt, és a pokolgép volt az előzenekar. Tehát ott is indul a P-Box is mennyire rendben volt. Igen. Akkor még az Iron Maiden nem értette. Igen, és az Iron Maiden nem nagyon értette ezt, utána lenyilatkozták, hogy 84-ben miért játszik egy zenekar, nem tudom, Deep Purple dalokat. Tehát, hogy miért nem haladnak a korral itt az emberek. Aranyosak voltak. Na, sorsoljunk inkább, ugye van egy 40 000 forint értékű aranyláncunk medállal egyetemben. A kérdés ez volt, hogy... Még egyszer elnézést érte. Milyen emberi szervet formáz a nyeremény nyaklánc medálja? Csabi, ez nálad is lesz. Igen. Tudod? De én nem fogok kérdéseket feltenni, majd mindjárt, ha sorsoltatok, jó, akkor elmondom. Anna, megteszed, hogy tárcsázol? Nálad nehezebb lesz, mi? Te nem sokkal. Szívű, mint mi. Fogadjuk, meg kell hallani egy puszit a két dal között, és akkor az az effekt után... Ennél is sokkal nehezebb. Ami dal lesz. Jön, azt el kell mondani nekem. Még nehezebb lesz. Az acél szív. Halló, Kata, itt a Morning Show. Sziasztok! Szia, itt a Csabi, itt az Anna, Jani, én meg a Feri vagyok. Mit írtál nekünk válaszként? A megfejtéshez a szív. De szív! Figyelj, nagyon sok, tehát utána kellett nézni internet, lexikonok, tehát nehéz igen, volt. Igen. Különleges tudakozó. Mi lehet az a... Na Kata, azért érdekes a dolog, mert ugye te hölgy vagy, és hogyha hölgy vagy, akkor nem tudom, hogy adsz-e ajándékot életed párjának. Hát, hogy ne, természetesen. De nem ezt, mert ezt megtartom. Igen. Kap egy sütét, ez az egyéb. Na most jó, hát nem hiszem ezt, tényleg így nyertem. Igen, Kata. Hát ilyen. Ezt lehet a szép nap. Most indulok éppen Farsangra a gyerekekhez, és még most nyertem is, hát fantasztikus. Balázs is Farsangra ment, Kata is Farsangra ment, egy óvodába járnak a gyerekeitek? Igen, 4 gyerek van. Ja, de, hát, a te négy. Igen, 4 kisgyerek. Na és minek öltöztek? Hát a lányok hercegnők lesznek, 3 lány, 2 lány hercegnő, az egyik, a legkisebb az angyalka lett, és van egy kisfiú, az meg ilyen szupermenes ruhát fog felvenni.
Pókember Superman, ez most a igen. Kata, gratulálunk, Anna vissza fog téged hamarosan hívni, és akkor hát nagyon elmondja, hogy hogy kapod meg. Jó, puszi! Köszönöm! Puszi nektek, köszönöm, és további szép napot nektek, és nagyon-nagyon köszönöm. Nincs mit. Szia. De tündér vagy. Na, nálad hogy lehet nyerni, Csabi? Csak közben észrevettem, mert ugye nálunk arany nyakláncot lehet nyerni, aha, és közben észrevettem, hogy az Anna nyakában is lóg egy ilyen acélszív, egy ezüstből van. Acélszív. Mi lesz nálad a játék? Nálam nem lesz tulajdonképpen játék. Megy normál felfogásban a kívánságműsor, és akik betelefonálnak, és szerelmes üzenettel üdvözlik az ő drágájukat, a kedvesüket, és nem csak telefonon, hanem írásban, és a Facebook oldalon, vagy a Klassz honlapon, illetőleg SMS-ben, azok közül fogok én majd sorsolni minden órában egy valakit, akit én a legszerelmesebbnek találok, vagy a legromantikusabb üzenetnek találok, és akkor óránként megnyerheti valaki ezt a gyönyörű szép 40 ezer forint értékű aranyláncot, a szív alakú medállal. De jó lesz. Romeoék mennek Farsangra? A Romeónál már volt, csak akkor éppen nem volt iskolában, mert beteg volt. A Demeternek meg jövő héten lesz az Oviban Hulk. Ő Hulk akar lenni, jó ide, és befeszítik zöld. Lenni, ő maga Hulk, ezért aztán bemegy, és megmutatja. Nem akar lenni, ő Hulk. Ja, ő, de zöld a gyerek, vagy mi van? Nem, bemegy teljesen normálisan, csak szólj. Csak leveszi majd a ruháját. Most az egyszer leveszi a ruháját. Átváltozik. Nagyon jó. Én nekem soha nem volt sikerélményem ezeken a jelmezbálokon. Egyszer volt olyan, talán a második vagy harmadik helyet szereztem meg, mert hormonzavaros voltam, és teli holnak öltöztem. És ez második helyzet lett a teli hold? Azért jó. Az jó, nem? Nagyon jó. Hívjuk fel a NAV hallgatóját, mert van egy csomó plusz ajándékunk. Ugye tetoválós buli van itt a hétvégén Budapesten. A világ legjobb tetkó művészei jönnek, odaadunk belépőjegyet. Adunk egy vastag csaba koncertjegyet szerintem. Meg hát ugye, ha mondja, hogy morning show, akkor pedig jár a Morning Show ajándékcsomag. Március elején lesz ez a koncert, ugye? Jól emlékszem. Március 1. Morning Show. Hey! Várja, megtapsolunk nagyon! Azt hiszem, jó helyre ment a koncertjegy. Ahogy olvasom az SMS. Igen, Csé, ezt írtad nekünk. Hát, Jani, drágán megfizettünk ezért a pár perc rockzenéért. Ezt ugye akkor írtad, mert ma reggel volt egy rockzene, Balázs egy picit aludt még, és akkor itt a Jani mondta, hogy legyen egy rockmuzsika, az felébreszti, és ezek után fél órán keresztül hallgattuk a Two Unlimited-et, meg egyéb ilyen dalokat. Erre írta Csé. Figyelj, nem tudom, vastag Csabi jegyet azért kéred, van... Kéri, van érdeklő. Persze, lehet kitervinni. A maga műfajában igényes a Csabi, úgyhogy. És egyébként ő is, hát rock énekesként is jó. Igen, csak most nem azt a műfajt játsza, tehát nem a Csabival van baj, a Csabi nagyon jól énekel, nagyon jó az, amit csinál. Így van, nagyon jól hozza a Morbid Angel standardeket is. Csak Csé azért, arra írt nekünk, hogy ő meg a rockot szereti. Mi a kedvenc? Én Guns N' Roses rajongó vagyok. Nagyon rendben van. Nagyon rendben van. Az is, tetkód van? Nincs. Akarsz lesz egyet? Majd most lesz. Nem, köszönöm. Nézz szét ezen a tetkó kiállításon, mert tényleg a világ legjobbjai vannak, jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Szevasz, Csé, jó hétvégét, szia. Köszönöm nektek is, szia. Zseni volt az SMS, mert reggel sírva rögtünk a Janival rajta. Drágán megfizettük. Főzünk valamit? Mit főzünk? Főzünk valamit, a recept így szerkesztőséget elnézve nem tudom, hogy fönn van, de nyilván fönn van a honlapunkon, barbecue oldalas lesz amerikai káposzta salátával. Az ugye nyers káposztából van, tehát csak a C-vitamin igényt kielégítsük, azért is ezekben a nehéz időkben, és hát az oldalas meg nem, hogy csak egészséges, nem csak maga a fitétel, hanem ez mind nem érdekes, de finom. Hát az a legjobb étel a világon, úgyhogy ez lesz majd. És ha már kaja, akkor van hétvégi programajánlótok? Mert nekem van. Legyen. Nincsen, most nincs. Túrkeve? Igen. Túrkeve nagyon jó hely. Ugye ott voltunk, amikor ez a bizonyos állatos tányási kitelepülésünk volt, és most lesz a hétvégén a Böllér találkozó nagyon sok csapattal, vannak külföldiek, tavaly japán turisták is voltak, amit nem értesz, hogy került Túrkevére, nagyon tetszett neki. Szombaton is van Nótárméri fellépés, azt nem tudom, hogy a Fekete Lacit hozzá Nótárméri, mert ők most együtt mozognak, de vagy, lesz egy nagy... Vagy a Mérit viszi-e a Laci. Vagy igen, Laci egy kézen, úgyhogy gyertek, meg lehet nézni ezt, aki még nem látott ilyen disznóvágást, lehet enni, inni, aludni, és táncolni is. Aludni, az a legjobb program. Majd valaki fog aludni is. Csabi, kívánságműsorban egy dalt. Egyet ajánlok, ha már Valentin nap van, egy szép, gyönyörű Jesse J dalt, It's My Party. Én magam ezt kívánom. Tehát, hogyha küldenék dalt, akkor csak ezt küldeném. Jól van. Akkor hétfő reggel találkozunk, ugye? Így van. Szevasztok! Sziasztok!